Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast -e virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkők. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei harmadik adásában, melyben egy szívünknek nagyon-nagyon kedves autóversenyről, a Dakarról fogunk beszélgetni. Egyfelől, drága barátommal, kollégámmal, harcos társammal, Mészáros Sándorral. Szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! és nem kevésbé szeretett főszerkesztőnkkel Gobodis Tamással. Szia! Sziasztok, köszöntök mindenkit! Na, no, hát azt hiszem, hogy az év első jelentős autóversenye, amely ugye rendszerint a Dakar szokott lenni, és így volt az idén is, egy egészen elképesztő, változatos és fordulatos ö, szűk két hetet hozott és úgy tapasztaltuk, talán kezdjük ezzel, Tomi, ugye ezt te figyelted elsősorban, hogy mintha az érdeklődés a szokottnál nagyobb lenne a Dakar iránt, legalábbis a, a formula felületein ez mindenképpen így érződött. Nem is csak nálunk egyébként, hanem akivel beszélgettem, autósportos, is versenyző, navigátor, bárki, most ez kicsit többen követték, vagy elhangoztak olyan vélemények, hogy, hogy az elmúlt években egyre nagyobb ennek a az autósport értéke, és ezzel nem akarok külön vitázni, hogy ez most mit jelent egész pontosan, de hogy a, egyre inkább a teljesítmény és a tempó is számít már a megbízhatóság és a, és a hosszú távú stabilitás mellett, és valamiért ez az elmúlt időszakban egyre nagyobb érdeklődés generált, és ugye pont Sanyival beszélgettünk, vagy így felvetettük még a verseny előtt pár nappal, hogy nem kizárt, hogy az, például az autós mezőnyben ami azért általában a legtöbb érdeklődőt vonza. Ez az idei mezőny, mondjuk a nevezési lista alapján, ez ilyen minden idők egyik, hanem a legkeményebb mezőnye volt, és lehet egyébként, hogy ez is egy picit erre rátette az érdeklődésre. A mi érdeklődésünkön annyira nem változtatott szerintem, úgyhogy mi ezúttal is végigkövettük az egészet. Hát igen, a mi érdeklődésünk ugye eleve megvolt, tehát itt valóban igen. túl sok pluszt nem tett Talán hozzá. túlságosan is megvan, <laughs> Túlságosan hmm. is megvolt. Már jó régen. Hát igen, 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 igen. Ugye valóban itt azt hiszem mindannyi unál a tereprali ezekben a hetekben így a Formula 1-et is valamelyest háttérbe szorítja. Ugye az autós mezőnyt említetted, és nyilván az autós verseny az, már hogy az autós kategória küzdemei azok amelyek a legnagyobb érdeklődésre tartanak számot, úgyhogy mi is erről fogunk a legrészletesebben beszélni. Talán <coughs> fussuk át, hogy, hogy kik voltak a fő esélyesek, kik tűntek a fő esélyeseknek, hiszen ugye, ahogy említetted, itt több különböző gyártónál is meglehetősen erős társaság állt össze. Ugye az elmúlt évek legnagyobb királya Nasser Alattia volt, aki ott hagyta a hát és átigazolta a ProDrive-hoz. Ugye jövőre már a dacia a gyári Dakar projektjét futtatja majd a ProDrive, és ennek mint egy előzményeként igazolt oda Alattia. Aztán majd arról beszélgetünk, hogy vajon ott is marad-e ő a jövő évi Dakarig. Nem indult túl szépen ez a közös kaland. Minden esetre hogy a ProDrive-nak a két ásza Alattia és Sebastian Lőb volt, Lőbről ugye azt kell tudni, most kimondottan csak a Dakaros karrierjéről, hogy szakaszgyőzelmeket tekintve már ott van az örökranglistán egy egész magas pozícióban, viszont Dakart nyerni még nem sikerült neki. És hát ugye ott volt az Audi 3-as, illetve ott voltak a Toyoták. Előzetesen ti kiket éreztetek? fő kihívónak, mert hogy mondjam, Alatiával nyilván számolni kellett, akármilyen autóba ül vele, számolni kell. Toyota, illetve Audi részéről kibeéreztétek az X-et, hogy behúzhatja akart. Az ő érdekesség az, hogy szerintem mindenkiben benne volt az X. Amit én magam láttam, nem akarom a poént lelőni, mindenki tudja a végeredményt, Carlos nyerte az autós Dakart. Amit én láttam 2023-ban, az az volt, hogy az átlagosnál többet hiányzott a Formula 1 versenyekről, ahova azért nagy gyakorisággal elkíséri fiú gyermekét, hogy támogassa őt a helyszínen. 2023-ban nagyon sokat hiányzott, nem titok az, hogy én kapcsolatban állok vele, és időről időre beszélgetünk, és jelezte nekem azt, hogy elképesztő energiákat mozgósít az Audi annak érdekében, hogy a győzelemért harcolhassanak ezzel a, ezzel a speciális versenygéppel a 2024-es Dakaron, emiatt hiányzott nagyon sok Form 1 versenyről. De egyébként a, Toyotában toyota is, tehát a Toyota felhozatalban is bárki képes lett volna meglepetésre, ugyanúgy az Audinál is mindenkiben benne volt a győzelem, szerintem. Egyébként azt szerintem beszéltük is ezt még a futam előtt, hogy az Audinak Ugye ez volt a projekt lezáró Dakarja, ugye a harmadik Dakarjuk, és az előző kettő, ez kevés sikert hozott tulajdonképpen. Viszont, ahogy Sanyi is mondta, nagyon-nagyon sokat dolgoztak az autón tavaly. Ugye komoly tesztprogramot futottak, rengeteg-rengeteg pénzt, időt, energiát fordítottak arra, hogy sikeresek legyenek. A BOP rendszer is egy picit az irányba módosult, hogy ennek a, ahogy Sanyi fogalmazott, speciális, és ezzel a azt értjük, hogy egy elektromos autó, amit benzinmotor működtet. Tehát ez a speciális koncepció az, ami, ami tehát hogy ez minél eredményesebb tudjon lenni, és én azt gondoltam, hogy az Audinak muszáj ezen a Dakaron most jól szerepelnie és lehetőleg nyernie. És én azt gondolom amúgy, hogy a korábbi évek problémáit és hibáit azokat ilyen 90%-ig sikerült is megoldaniuk, és ennek köszönhetően tudták ezt megnyerni, meg egy elképesztően nagy csapatmunkával, meg csapatszellemmel, amivel szerintem messze kiemelkedtek egyébként az összes többi csapat közül ezen a dakaron. Ugye nagyon érdekes helyzetet teremt az, most ez csak ugye földobva, hogy az Audinál egy meglehetősen erős hármas állt össze, két, két lábon járó legenda, Stefan Péter Hanzel és Carlos Sainz személyében, valamint ugye Matthias Extröm, aki nyilván terepraliban nincs egy polcon velük, viszont extrém az univerzális autóversenyzőnek az egyik mint a példánya, tehát őt bármilyen szakákban bármilyen szakákból beültetett, ott versenyképes lesz, ezt sokszor bizonyította, és ugye egyébként Péter Hanzel maga úgy nyilatkozott a hogy meglehetősen nagy jövő várhat rá a terepraliban. Szóval, hogy ez a három versenyző felszabadul ugye azáltal, hogy az Audi projektje véget ér, és ezt tulajdonképpen a, mondjuk így a pilóta piacon is izgalmas mozgásokat hozhatna, de egyelőre akkor az idei dakarról beszéljünk. lehet -e egy picit rákötni a Form 1 -re? itt az Audi is az Audi terepről is hattyúdalált. Amit, amit én hallottam erről, ugye tudjuk nagyon jól, hogy azért fújja le ezt a programot is az Audi, minden egyéb más sporttevékenység mellett, mert a Formula 1 fognak összpontosítani, és hát ugye a Sauber lesz az, amelyik Audi-vá konvertálódik 2026-ra, és bizony ebben a is csapatban, akik most megnyerték a Dakart, én magam is ismerek több olyan szakembert, elsősorban mérnöki területen, akik, akik, mostantól kezdve, hogy ez a projekt lezárult, mostantól kezdve a Formula 1 projekten dolgoznak. Tehát ők már úgy léptek bele ebbe a terep, terepral hogy tudták nagyon jó, hogy amikor ez kifut, akkor onnantól fogva a Formula 1-ben kaptak munkát, és, és, viszonylag nagy számban vannak ezek, és ugye sokszor beszélünk arról, hogy egy ilyen csapatnál, mint amilyen az Audi szerveződő Formula 1 csapatnál, az mennyire fontos a győztes mentalitás, hát most azok a szakemberek, akik, akik váltanak, és mostantól a Formula 1-en fognak dolgozni, azok kaptak egy kis, egy kis dózist, egy kis injekciót azzal a kapcsolatban, hogy milyen a, győzelemnek az íze, úgyhogy ez egy kis formegyes kötődésű érdekesség volt. Ugye itt említette egyik őtök azt, hogy az audi az elmúlt két évben meglehetősen sok problémája adódott ezzel a speciális járművel, és ugye az előző két kiírás győztes állattia arra számított, hogy idén is problémái lesznek az Audi-nak, amely meggyőződésének egy nem túl elegáns módon adott hangot. Tomi, hogy volt ez? idézzük fel a versenyelei üzengetést. Szerintem a Nasser szorít egyben érdemes tálalni, úgy, vagy azért gondolom így, mert szerintem ez a futam előtti üzengetése, ez szoros összekötetésben áll azzal, ahogy ő végül távozott erről a futamról. Ugye ő azt mondta még a futam előtti nyilatkozatában, amikor az Audi esélyeiről kérdezték, ugye ő mint fő ugye címvédő és fő esélyes, kikre számít riválisnek és ugye lőböt nevezte meg elsősorban, és amikor az Audiról kérdezték, akkor mondta, hogy jó, hát azok úgyis három nap után haza fognak menni, amire ugye Carlos Sainz elegánsan annyit mondott, hogy Nasser azt gondol, amit akar, meg azt mond, amit akar. És azért gondolom azt, hogy ez a viselkedés összefügg neki azzal, ahogy hazament, mert ugye végül Nasser ment haza, és nem az Audi. Tehát, hogy... Én egy kicsit azt éreztem rajta, már a, ugye ő az előző év végén már tesztelte, és tesztversenyen ki is próbálta ezt az autót, és már az utána levő nyilatkozatai sem arról tettek tanúbizonyságot, hogy maradéktalanul elégedett mindennel. Majd eljött ez a verseny, és kicsit úgy állt ő ehhez szerintem, én azt vettem ki az ő szavaiból a viselkedéséből, hogy ő a, ennek az egész dolognak a legnagyobb tudora, a legnagyobb esélyese, <kül> és óriási nagy nyomás van rajta emiatt. Ő nem szerepelhet gyengén, nem hibázhat, nem mehet mellé, stb. és a többi. És én en, ennek szinte minden nap láttam valami elét, hogy ő okosabb akart lenni egy kicsit mindenkinél, és ő majd meg akarta jósolni, hogy ki mit fog csinálni, és mi fog történni. És ennek volt egy ilyen kifutása az, hogy Sainz, illetve hogy először az Audit tulajdonképpen azt mondta, hogy három nap után hazamennek, majd amikor az első szakasz végén Carlos Sainz azt mondta, hogy ő három defektet kapott, és abból egyet javítania kellett. Ugye arra meg Nasser kimondta, hogy őért minden, csak ez hazugság, mert hogy ugye science kis ilyen megnyerte a szakaszt, és neki, aki két defektet kapott, adott neki, mit tudom, 25 percet. Tehát, hogy ez nincs így, amit science állít. Szóval volt, aki csörték már az első napokban, és ugye Neszernek onnantól szinte minden napra jutott probléma. Voltak három defektes napjai, több is, ami ugye azért baj, mert két pótkereked van, tehát a harmadik defektet azt cserélni, illetve javítani kell már, azt nem lehet ö, cserélni. Volt, hogy három keréken ért be a célba, mert úgy döntött, hogy 30 km-t végig megy padlógázon, minek neki a negyedik, tehát nem, nem, nem számítanak ilyen apróságok. Aztán volt a, ugye 48-es szakasz előtti ö, szelektíven volt az, hogy mindenki lassított. Az Audik megálltak 5 percre, a, a lők 15 perc büntetést felvett direkt, hogy hátulról rajtolhasson majd a kétnapos szakaszon, Nasser pedig úgy döntött, hogy ezt azt megnyeri, és ezért elő fog rajtolni, mert ő a legokosabb, és ő majd tudja, hogy mindenki hülye, csak, csak ő megy jól. De én szerintem ezek mögött is az volt inkább, hogy, hogy ő nem bízott ebben a projektben, meg ebben az autóban annyira, és nem gondolta úgy, hogy elengedhet úgymond direkt 5 perceket is akár ezen a futamon, mert addig sem ez volt egyébként a helyzet. Majd aztán megállt neki a motor, szétesett a összekötő, aztán eltört neki a harmadik lengőkar, és úgy döntött, hogy hazamegy. És úgy döntött, hogy amikor egymás után negyedik szakaszom, vagy negyedik nap állt meg az autója, úgy döntött, hogy akkor köszönöm szépen, visszafordulok. Bement a táborba, letette az autót, megköszönte a részvételt, és be belemondta a kamerába, hogy soha többet nem akarok beleülni ebbe az autóba, és, és elment haza. Amiért kapott hideget, meleget, főleg hideget egyébként, és uh, hogy cserbe hagyta lőböt, meg tudnia kellett volna, meg minden. Én e e kíváncsi vagyok a véleményetekre ebben a témában. Nekem ez nagyon kérdéses, hogy itt Neszter ezt mennyire csinált a jól, mennyire érthető, meg mennyire nem. A lényeg az, hogy ő gyakorlatilag egy tiszta szakasz nélkül hazament erről a Dakaró címvédőként, ami a prodrive-nak óriási nagy betli volt. Nézd. Én ott kezdeném az egész üzengetősdéről egy gondolat, ez már tavaly elkezdődött, amikor, amikor itt a plusz kilovattokat kapták az Audi, ez már akkor elkezdődött ez a csört, ez soha nem is hagyott alá. Ami annak fényében érdekes, hogy, hogy nézetek utána a terepről is történelemnek, volt idő, amikor Carlos Sainz és Nasser Alati a legjobb barátok voltak, és együtt építettek maguknak versenyautót Amerikában. Úgyhogy eh, idáig tud fajulni a rivalizálás, hogy ilyen, ilyen csúnya csörték kialakulnak. Azt, hogy ez a Nasser dráma, vagy össz, fogalmazunk összeomlásnak, mert ez szerintem egy összeomlás volt, amit most láttunk. Nézd, -e, ismerve David Richardsot, alkalmam nyílt Las Vegasban összefutni vele a a nagy díjon, és beszélgetni erről, hogy, hogy mit is jelent a ProDrive számára az, hogy sikerült megszerezniük Nassernek a szolgáltait. Ugye ez ki kell, ki kell, hogy mondjuk, Nasser a latiák ennek a műfajnak egy, egy ikonja. Biztos, hogy utaltál rá, hogy a legnagyobb tudora ennek a műfajnak, ez minden kétséget kizáró. Így van, óriási nagy tudora, elképesztő tapasztalattal felfogni is nehéz azt a kilométer mennyiséget, amit ő egy évben magába pakol. Uh, ismerem a menedzserét, ismerem őt magát, egyszer beszélgettem vele erről, azt mondta nekem, hogy az 52 hétvégéből 46 héten van neki valamit tenni valója versenyautóval. Tessenek ezt szívesen végig gondolni. Hm. Ez sok, sok esetben teszt a sivatagban, sok esetben realizás, sok esetben tereprali verseny, de valamit mindig csinál, ami a versenyautóval kapcsolatos. Tehát nagyon nehéz azt firtatni, hogy ennek ő a, a legnagyobb tudora. Picit nekem itt olyan érzésem van, hogy itt egók találkoztak, uh -huh. egók találkoztak egymással. Na Nasser elfogadta, ő, neki hihetetlenül komoly volt a szinergiája a Toyotával, ami kialakult ott. Alkalmam nyílt látni ezt a kezdetektől fogva, amikor ő először beült a Toyotába, és és hogy csiszolódott össze az a, az a konstelláció, ami ugye végül több Dakar győzelmet eredményezett. Tehát ő ennek hátat fordított azért, hogy valami újba vágjon, amiben biztos vagyok benne, hogy szerepe volt annak is, hogy új kihívást keresett. Nyilván a ProDrive csábítgatta őt, meg mindent megtettek annak érdekében, hogy egy ekkora nevet megszerezzenek egy ilyen projekthez, ugye a Renault konzern pénze lesz ebben a Dacia projektben, ehhez kell egy olyan, akivel, akire azt mutatott, hogy hogy nem nyúlhatsz mellé, mert mert óriási nagy ember. Ki tudja, hogy mit ígértek neki? Ki tudja, hogy mi lett az asztalra kitéve, hogy ezt meg fogod kapni, meg, meg így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz? Én azt gondolom, hogy viszonylag rövid volt az az időszak, amit a két fél, a Prodrive meg a, meg a Nasser az összehangolódással eltölthetett. Még úgy is, hogy versenyt is futottak egymással. Na tehát, hogy együtt. Na de, tehát tavaly tavaly ősszel ült bele először az autóba, igazából az ősz végén. Ugye a világbajnokság legvégén mindenki meglepetésére a Toyota helyett már a ProDrive Hunterrel indult az utolsó versenyen. Így van. És, ugye, és ugye igazából azóta próbált meg minél több kilométert és tapasztalatot gyűjteni, ami azért valljuk be egy kéthetes verseny előtt nem sok. Nem sok. Ezt, tehát ezt úgy kell e, a kedves hallgatóknak, akik annyira talán lehet, hogy nem ismeretesek, tehát azoknak mondom, akik nem járatosak annyira a terepraliban, hogy itt itt nem úgy van, hogy beülünk, és akkor tesztelünk három, négy, öt hetet, és készen állunk erre a sztorira, mert ez egy olyan műfaj, ahol, ahol hihetetlenül sok mindenhez kell alkalmazkodni, hihetetlenül sokszor kell improvizálni, nagyon-nagyon-nagyon össze kell állni a fogaskerekeknek ahhoz, hogy első lépésben, hogy versenyképes legyél, tehát hogy szakaszokat tudjál nyerni, vagy legalább az elejében tudjál menni, ahhoz pedig, Szinte felfoghatatlanul össze kell gyógynővel lenni, hogy a győzelemért úgy harcolni. Na most ez az időszak, ez viszonylag rövid volt a, a Prodrive és Nasser esetében. A Prodrive nyilvánvalóan nagyon szeretné megnyerni a Dakart. A Nasser nyilvánvalóan, mint, mint az utóbbi időszak királya, a műfaj legnagyobb tudora, Nemet mondott egy. vagy hátat fordított egy, egy olyan technikának, amivel korábban többször nyert azért, hogy elfogadja ezt a kihívást. Nagy valószínűség szerint itt arról az is szerepet játszhatott, hogy egy picit az van, hogy a, a király járművet váltott. Hogy tessenek szívesek lenni hozzám alkalmazkodni. Most, aki egy kicsit járatosabb a motorsport világában, azt tudhatja, hogy David Richards egy nagyon-nagyon flexibilis alakja a motorsportnak, elképesztően elképesztő, és felfoghatatlan tapasztalattal <laughs> nagyon-nagyon sok versenyzővel dolgozott, nagyon-nagyon sok műfajban, tehát ő tud alkalmazkodni, de van egy olyan határ, amire ő is azt mondja, hogy na gyerekek, ezt, ezt már pedig nem nem tudhatjuk, hogy mi zajlott ott a háttérben, hogy hogy, um, hogy, hogy... te hallottál valamit, Tobi? mondd! Nem, csak Nászternek egy-két elszólására szeretnék még rávilágítani ezzel kapcsolatban. Ugye a, a versenyének az utolsó két napja volt igazán katasztrofális. Már előtte amúgy elúszott neki a verseny a kormány összekötő hibával. De az utolsó két napon mondom, egyszer egy olyat mondott, hogy ugye ennyi technikai hibára és arra, hogy nincs igazából tiszta szakasz a se és semmi nem úgy van, ahogy kéne. Azt mondta, hogy ha nem Nasser Alatiának hívnak, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ez így oké. Okay. De így nem tudom azt mondani. És ez szerintem alátámasztja azt, amit mondasz, hogy, hogy ugye nyilván, hogyha ennek a, a, a címvédője, meg az egész királya igazol ő azt várja, hogy minden tökéletes legyen, minden úgy legyen, ahogy megbeszélték, és ahogy, ahogy elvárja. A másik pedig, ami nagyon érdekes, és ezt nem tudom még egész pontosan hova tenni, hogy itt mire utalt, hogy ötleteim persze vannak, hogy azt mondta, hogy megtanult egy nagyon-nagyon fontos dolgot az életével kapcsolatban ezzel a Dakarral, és ez soha többet nem fog előfordulni. Soha többet nem fogja azt megtenni, amit most megtett. Hogy ez mi volt egész pontosan? Hogy egy egyszerűen csak az átigazolására gondolt, vagy, vagy van ebben még valami más is, ami esetleg nem úgy lett, hogy neki megígérték, vagy valaki nem úgy viselkedett vele szemben, ahogy azt várta, vagy megbeszélték, ezt nem tudom ötleteim vannak, nem akarok kutogatni senkire, de ötleteim vannak. Hogy, hogy Egy te... nagyon fontos szempont az, hogy Nasser al Katar államot képviseli. <laughs> Ugye ő az uralkodó, az uralkodó család az ő versenyzésében, meg az ő versenyzéséhez az állam nagyon sokat hozzátesz pénzügyi fronton is. És az, azért mérlegelni kell, hogy tehát a, én teljesen biztos vagyok benne, hogy Nasser a valaha volt leghíresebb katari, <laughs> meg, meg nagyon sokáig az is lesz még szerintem. A valaha volt leghíresebb katari ember, aki abból a, abból a közel-keleti olajállamból jött. Egyébként az életét tanítják az iskolában. Huh. Én láttam egyszer a tankönyvet, amiben benne van az ő élet története, ez kötelező iskolai tananyag. Tehát ez kétségkívül egy nemzeti ősre. Gondolod el azt, hogy elhozod az otthonról a nagy lóvét. Azzal reménye, hogy gyerekek, akkor most egy új projektbe vágom a, a fejszét, és itt is megmutatom, hogy mi fán terem a tereprali versenyzés, és elkezdődik a történet, és a, a vége az, hogy, hogy, hogy így zárul, technikai hibákkal, meg minden egyéb vacskerájjal, megszégyenülve kvázi. Mert szerintem, szerintem lehet azt mondani, hogy ez egy nagy lebőgés annak fényében, ahogy, az üzengetésbe beleállt az elején a Dakarnak. Hát, hogy, és bocs csak egy dolgot akarom én mondani, mert most nem beszélünk a fejed fölött, egy cirka tíz percet szerintem. Nyugodtan, valamit élvezettel, igen. Tehát, hogy ez például, amit mondasz, Sanyi, hogy igen, ez egy lebőgés volt neki tulajdonképpen, és azért, amit mondtam, amit ő mondott, bocsánat, tehát, hogy, hogy ha nem Nasser Alatiának hívnak, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ez oké. Okay. De én már Nasser vagyok, aki ötször nyert Dakart, az elmúlt tíz évből négyet nyertem, négy szerettem, második, csak egyszer estem ki, most meg egy ilyennel kiesek. És ugye sokan mondják, hogy jó, de hát a löb, a löb alatt nem esik szét az autó, majd a, biztosan Nasser nem tudja, hogyan kell vele versenyezni, és szétüti. Hát, nem, uh, maradj, tehát ezért maradjunk annyiban, hogy itt, mert láttam ilyen kommenteket, ezt most csak azért mondom, tehát hogy az előbb mondtam, hogy tíz év alatt milyen eredményeket el. és nem egy év alatt, nem egyszer kiadta neki, nem az volt, hogy négyszer kiesett egy egyére pont nem, és akkor megnyerte. Minden évben a győzelemért mert harcolj, és nagyon Autóval ugye. Meg konkrétan Stefan Péter után a második legsikeresebb a Dakar történet. Hát igen, és, és, a, és, az elmúlt egy évtizedben pedig ugyanásszer a leg, leg, legsikeresebb, úgyhogy... Meg a leg, a leg, leg, a leg akart, sanyito, is. Sa, akartam még egy dolgot kérdezni, szintén egy kommentre reagálva. Ilyet a több kommentre, ugye itt a hazafutás, ez a nagy hazafutás most nászernek, hogy, hogy sokan mondják azt, hogy ő most itt ugye föladta, ő nem igazi küzdő, ő csak a jóval akar versenyezni. Á, és gyerek. Te nagyon jól ismered ugye ezt a lettiát. Meg tudod -e erősíteni ezeket a feltételezéseket? <laughs> olyan nincs, olyan nincs emberek, hogy ez az ember, ez bedobja a török én, én, megmondom őszintén, hogy én, én nála nagyobb küzdőt, persze biztos minden műfajnak megvannak a maga nagy küzdői, de ha elég régen figyelitek ezt a műfajt, akkor még emlékezhettek arra az időszakra, amikor, amikor az x nek a BMW-vel kezdte bontogatni a szárjait, és akkor jöttek a, a, napi beszámolók, amikor azt látod, hogy irgalmatlanul megy, gatyán megy a, 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 BMW, és a vége mindig az volt, hogy valami crash. Teljes összeomlás, vége a bulinak, mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek iszonyú gyors, de ebből soha nem lesz igazi, igazi versenyző, mert nem képes megzapolázni magát, és ez addig gyötörte magát, addig kínoszta magát, míg meg nem találta a módját annak, hogy hogy lehet ezt ki köszörülni ezt a csorbát, akkor fedezte fel ezt a skidlövészetet, ami, ami azt mondta, hogy iszonyú sokat segített neki abban, hogy a koncentrációját azt, azt, csiszolni tudja, meg hogy folyamatosan meg tudja tartani. Meg hát ugye elkezdte nyomni ezeket az elképesztően intenzív programokat, amikről hallunk, tehát hogy... Tocsás, meg annyit hadd mondjunk ki a skidlövészet kapcsán húzzuk alá, ugye, hogy ő abban is egy rendkívül sikeres figura, hogy amellett, hogy olimpiai bronzérmes, azon mindössze öt sportlövő egyik, aki megcsinálta a tökéletes versenyt. Tehát, hogy egy versenyen kilőtte az összes galambot. Már hogy atyag galambot. De, tehát, hogy abba se ügyetlen. Abszolút, abszolút. Nagyon is, nagyon is, ügyes. Meg azt mondja, hogy a két dolog az, az, az nagyon. Tehát az autóversenyzés kapcsán fedezte fel az agyaggal a lövészetet, hogy belesleg, hobbiból úgy kijutott. Vele az olimpiára. Tehát azért a az, se, szor, igen. Igen, az, se, az se piti teljesítmény. De hogy nem fogja feladni, az az százezer százalék. Tehát ha valaki tud küzdeni, ha valaki van, ő soha a büdös életben nem adja fel, akkor az a NASZER. Máskülönben nem tartana itt, ahol, ahol, ahol tart. Ugyanis ezek az emberek, például, ja, Science, Többszörös Rali világbajnok volt, amikor az alatti elkezdett versenyezni a Péter Péterházel már nem tudta megszámolni a Dakar győzelmei számát, amikor a, amikor a Nasser ebbe a, ebbe a körforgásba belekerült. És nézzétek meg, hogy hol tartunk. Ezek az emberek örülnek annak, amikor le tudják őt győzni. Sőt, úgy állnak hozzá, hogy ő a legnagyobb esélyes. És azért ezt azt a hallgatóknak megint szeretném hangsúlyozni, meg aláhúzni. Nem lenézve semmilyen autósport szakállát, semmilyen autósport teljesítményt egy dakart két héten keresztül, 5000 kilométeren keresztül úgy megcsinálni, hogy jól felmért, hogy melyik dűnél hogyan mész át, a 100%-ot közel is, mert azért azt tegyük hozzá, és ezt ők maguk is elmondták egyébként, Sainz is, Nasser is, Peter is, mindenki elmondta, hogy ez a dakar, ez nem ugyanaz a dakar már, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Itt, itt egyszerűen nem fér bele az, hogy elóvatoskodsz 5 percet, mert akkor kikapsz. Tehát ez már nem az, hogy akkor jó fél órákkal dobálózunk hétfőről Itt már nem erről van szó, és, és itt nagyon-nagyon gyorsan kell menni végig, de közben nem szabad hibázni, nem szabad semmit túlvállalni. Mindenhol két hétig jó döntéseket kell hozni minden egyes helyzetben úgy, hogy egyébként nem sokat alszol, nem sokat pihensz. Jó, amúgy láttuk nyilván messzer milyen motorhomba, lakókocsiba lakik azért. Ott, el, ott, lehet pihengetni néhány órát, hogyha éppen úgy hozza a helyzet, de azért mégiscsak ez, ez teljesen más, mint egy egyszerű idézőjelben autósport hétvége, úgyhogy aki ezt jól meg tudja csinálni, és nem egy évben, hanem minden évben, azt én a világautó versenyzésének leges-leges legfelső polcára tudom csak tenni, és ez, aki visszatérve erre, aki ilyen kuitter, tehát aki, aki a visszalép bizonyos helyzetekből, vagy, vagy nem vállalja fel a küzdelmet, azok nem tudnak ilyen szintre elérni. Itt visszatérve arra, amit, uh, amit mondta a motorhomot, hogy a kényelme azért megvan a sivatag kellős közepén, és azért lehet, hogy ez kényelmes ez ahhoz a toprogyhoz képest, amihez az átlag tereprali versenyző hozzá van szokva a hotel de Ketsua, a feldobható egy másodperc alatt kinyitható sátor, úgy hívtuk, hogy hotel de kecsú annak idején. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest igen, nagyon nagy komfort, meg kényelem a sivatag elős közepén, de ne felejtsük el azt, hogy ezeknek a srácoknak, például a a versenyzésen kívül elképesztő mennyiségű médiával kapcsolatos tennivalója is van. Velük forgatnak különböző spotokat, meg, meg reklámokat, meg interjúkat adnak, mert ők a, a, a versenyzés az ugyanúgy, mint ahogy a Form 1-ben, hogy a, az autón kívül is elképesztően sok tennivalója van. Olyan is tábja van az Audinak, meg ezeknek a nagyobb csapatoknak, hogy, hogy, nagyon sok embernek tátva maradna a szája, ezt látva a háttérben, hogy micsoda munka zajlik, ott, ott, ugyanúgy van mérnöki briefing, be kell ülni, több órán keresztül dolgozni, tehát az attól, hogy kényelmes nekik ott a fekhely, az nem jelenti azt, hogy többet tudnak pihenni. Egy, kettő, visszatérve arra, hogy Nasser itt az hatalmas hogy tudor ennek a műfajnak. Egyszer beszélgettem vele a számtalan alkalom, során, amikor, amikor alkalmam nyit dumálni vele, és én igazándiból megkérdeztem tőle, hogy, hogy mi volt a fordulópont, amikor azt érezte, hogy, hogy, hogy akkor most már most már megy a zsuga. Tudod, mi volt a mondása rá? Az, azt, ezt nem mondhatom el. Azt mondta, hmm. hogy ő úgy érzi, hogy rájött valamire ö, a versenyzés kapcsán, ö, hogy, hogy hogy kell ezt úgy csinálni, hogy a teljesítmény is meglegyen, de a technika se kopjon el alól azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy rátalált valami olyan speciális dologra, amit, amit nem fog felfedni senki élő embernek, de ő azt úgy gondolja, hogy ha ezt a, ezt a ő így fogalmazott, hogy trükköt, ezt ő tovább hasznosítja, meg tovább alkalmazza, akkor az garancia lehet arra, hogy ő még jó sokáig a, a mezőnynek a, az élbolyában. Na most ez ezt nem tegnap meg tegnap előtt mondta, hanem jóval korábban. És és ez az utalás, amit tett, hogy ez, a, ez a trükk, amit, amire ő rájött, ez azóta már azért sokszorosan kifizetődött, és nekem mindig vissza-vissza a fülembe az, amit akkor hallottam tőle. Az is hát a mögött két kilométerrel a sivatag, kellő, sivatag kellős közepén, hogy, 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 igen, ezt a trükköt én ezt megtanultam, nagyon sokat kellett a sivatagban autózzak ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy mi ez a trükk, de mostantól ezt maga biztosan tudom alkalmazni. Picit olyan volt, Pite, egy, egy, Jedi, tudod, aki arról beszél, hogy a fénykar az micsoda dolgokra képes. Lehet, hogy, 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 itt most ebben a közegben, amiben belekerült, ezt a fénykardot most nem tudta működésre bírni. Nem lehet, hanem biztos, azért járt úgy, ahogy, de, de engem igazándiból az érdeke, hogy mi lesz ennek a sztorinak az utolzőngéje. Mert ez egy nagy projekt, amiben belevágta a fejszét, nem szokott ő egy végtenő barátságos, meg béketű, nagyon kemény, nagyon sokat követel, de egyébként egy barátságos figura, az üzletben nagyon kemény, és ezért vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy, hogy mi lesz az utózögéje ennek, amikor David Richards és Nasser elkezdenek skandározni egymással, hogy abból mi fog kisülni. Hát igen, ezért ez valószínűleg nem annyira egyszerű, hogy már pedig én ebbe többet nem ülök bele, és akkor veszem a kalapomat, pipámat, és távozom. De... <kül> de nyilván hallottunk éppen még sportolót, bármilyen sportágról legyen szó, felindultságában olyat mondani, amit utána talán. Ö, már nem gondol annyira komolyan. Ö, talán kellett én kicsit több szó esett Nasser Alattiáról, de ez egyáltalán nem probléma, mert azt hiszem, hogy tényleg ennek a Dakarnak összességében. Science győzelme mellett, amire majd mindjárt rákanyarodunk, ez volt a legnagyobb storia a hazamenős nyilatkozattól, hogy jutott el a hazamenésig Alattián. Aki ugye a Toyotát hagyta ott, és a, ugye a Toyotánál nem szerződtettek olyan igazi nagy giga mega szupersztárt a helyére, hanem alapvetően az volt a, a hozzáállás, hogy a meglévő versenyzők mellett, hogyha valaki jön, akkor az mint egy építkező jelleggel, ugye a, azzal a jövőt építsük azzal az érkezővel, és érkezett például egy nagyon izgalmas figura, csak úgy említés szintjén Seth Quintero, aki 21 éves, és már a negyedik dakarját teljesítette, ugye ez azért ritka, ezt nyugodtan kimondhatjuk, tehát ez nem az a műfaj, ahol 21 évesen már negyediket tolod le, ugye ő eddig könnyű, na, könnyű, prototípussal, tehát T3-assal ment, három év alatt nyert húsz szakaszt, tehát viszonylag sikeres volt ebben a műfajban. Ő volt például az egyik érkező a toyota és hát ugye ott voltak a tavalyi év felfedezettje, a brazil Lucas Moraes, ott volt Giné de Villiers, aki ugye Dakar győztest meg szerintem nyolcszor volt összetett dobogón ott volt Verlán Csicserit, aki ugye lassan húsz éve teljesített az első dakarját, és, és az idei lett neki a legsikeresebb, két szakasz nyert, és negyedik lett, és ugye a második helyen is egy Toyota végzett, Gregor de Mévius báró fia, Guillaume. Miért nézel így? Guillaume. Semmi, csak, a, csak, csak, az ő nevével itt az egész Dakar során, bármilyen videóban, bárhol beszéltem róla, mindig megszenvedtem, hogy most hogy is kell mondani, de örömmel de hallottam. Miért nem hogy... meg? Guillaume de Semmi, Guillaume. Nem, Hogy kell? Guillaume de Movies. Igen, erre sikerült, rá, sikerült rá, nem, hogy Guillaume, csak ugye az első, tehát se a különböző nyelveken maradjunk ennyibe, különböző nyelvű kommentátorok is napról napra másképp mondták az ő nevét. Én maradtam a guillaume de itt a Gülentől kezdve, majdnem már tényleg Golemnek is hívtuk, tehát igazából itt minden, minden elhangzott már vele kapcsolatban. Úgyhogy Szóval, Demévius Báró fia, maradjunk ennyiben, Ö, ugye ő lett végül a második helyzet, viszont a gyűrű. Kérjük várj, mert miért mondod a demévius hogy Báró? Mert az. Az idősebb, az édesapa, aki volt VRC óta. Gregor. Gregor. <gül> <gül> az Báró. Igen, az egy határozottan egy Báró. De mióta? <laughs> hát, bocs, hogy... gondolom, ez úgy szokott lenni, hogy amikor meghal az apja, aki báró volt, akkor megöröklött tőle. Meg hát, ilyes, Szerintem az ember, azóta. Áztam, minden, tufa vagyok. Én ismerem az embert elég régen, de ezt nem tudtam róla, hogy ő báró. Tudod egyébként, hogy ő kicsoda? Csak hogy egy kis... Ö, egy kis ö, hátteret mondjak hát, ezzel tudunk róla, Nem de tudom, hogy meg tudtad-e fejteni, meg tudta de fejteni, hogy mi az összefüggés Guillaume de Mövius és a Toyota között. Nem, de mindjárt Jú, na on, félek. megmondom. Na megmondom neked a tutit, igen. Eh, Guillaume de Mövius, eh, Gregoire de Mövius fia. Báró. Most már tudom, tudom azt is róla, hogy báró, eddig nem tudtam, pedig jártam is már nála. Ugyanis Gregoire de Mövius, aki ugye sikeres tereprali versenyző volt, meg rali versenyző volt, ő az Overdrive-nak a társ tulajdonosa. Hogy, az, hogy nem? Az Overdrive pedig ennek a, a Toyota programnak az, az európai képviselete gyakorlatilag. És? És mégis két külön csapatról beszélünk hivatalosan, van a Toyota Gazoo Racing gyári csapata, meg az Overdrive, eh, akik nagyon sok autót indítanak, köztük ugye Deméliusz autóját, vagy egyébként a futamot egy darabig vezető árácsi autóját is. Őket hivatalosan nem tekintjük egyébként Toyota gyári versenyzőnek, legalábbis a Toyota gyári csapata nem kommunikál arról, hogy Deméliusz egyébként Toyotával második lett. Úgy lehet. van, hogy a, az Overdrive feladata a, a customereknek a kiszolgálása. Uh -huh. A, aki, aki Toyota ügyfélként versenyez, tehát hogy megvásárolt magának egy autót és azzal versenyez, és adott esetben be lehet fizetni technikai, műszaki kiszolgálásra, azt bonyolítja az Overdrive. Mint például ö, Varga Imre, aki ugye az Afrika részén versenyzett idén is ő ugye egy, egy, egy overdrive-os Toyota hilux a versenyez, és amikor nekünk alkatrész kell az ő járművéhez, akkor, akkor az onnan szokott érkezni az overdrive-tól, Belgiumból. Báró, Így van. Nagyon jó. Még én... szereti, amíg... úgy most már tudom ám, hogy mit ő báró, kérlek szépen. Ami pénz oda be van, csengetve, abból már kitelik egy báró. <laughs> <laughs> okay. Értem. Okay. Okay. okosabb lettem, köszönöm szépen. No, beszéljünk kicsit még. Ugye itt Árácsi említette, és én is rá akartam rátérni, hogy, hogy tényleg egy erős felállás volt a Toyota-nak Nasser távol létében is, de ugye igazán, aki a győzelemért tudott küzdeni, az egyedül Yazid Árácsi volt aki, ahogy mondtad, napokig vezette is a, a Dakart, és hát utána csak eldobta az autót egy, egy meglehetősen kemény tempónál, Üh, és utána ezt a jól emlékszem, akkor a pitfallban nevetgettünk is rajta, hogy őt nagyon jól el volt. Tehát liveozott az összetört autó mellől, meg, meg ilyenek. Igen. Tehát... A tavalyi az megvan a tavalyi kiesése? Akkor mit művelt? Hát akkor is kukára tört a járművet. Ugye neki Tibó Gocsalk a navigátor, aki korábban a a Volkswagen gyári programjából is navigáltam idén egy jól ismert figura. Ott volt tavaly is egy olyan sztori, hogy kukára törték a járművet, aztán nekiültek piknikezni az út szélén, akinek éppen arra, abban a régióban valami gondja álmat segítettek, de időről időre bejelentkeztek a Twitteren. Úgyhogy elképesztő pali egyébként az arra, is: Hihetetlen figura. Azért ezt tegyük hozzá, hogy az ide ugye mondtad, hogy a Nasser a katari pénzből mennyi tud elhozni, és ő egyébként milyen szinten mozgó ember, meg ugye itt beszélünk már bárókról, meg mindenkiről, nyilván az autósport senkinél, meg soha nem a szegények sportja, a Dakaron különösen, de lehet, hogy az még, még, egyébként hozzájuk képest is bizonyos szempontból egy, egy fölöttük álló dolog. Róla az angol szöveg szól eszembe mindig, hogy egy igazi szöveg ember, Uh -huh. e, ugye itt tartott valami fogadást, vagy valamit itt ezen a Dakaron is, ahol minden évben minden, minden tart egy fogadást, amikor riádban van a pihenőnap, akkor, ak az, akkor szokott tartani egy fogadást a pihenőnapon, amikor a, a legjobb haverjait eltransportálja szépen oda a palotájába, ami van neki, ahol én nem tudom, tigrisektől kezdve, amit tudsz képzelni, ott minden van. Hát ugye egy egy jelenet lehetett, lehetett, látni erről az eseményről, és ilyen az arany, nem tudom, székfogantyútól kezdve az akár, amit el tudsz képzelni, minden van, és ugye itt uh, nyilván azért, hogy mondjam, ő neki annyira nem számít az, hogy most itt uh, végsebesség, nem? ezek amúgy 170 le vannak szabályozva ezek az autók, 169-el sikerült neki tetőre tenni az autót és totál ára törni, hogyha lehetett volna, másnap belejött volna egy másikba, harmadnap egy harmadikba, ez igazából neki annyira nem tétel, hogy, hogy, hogy ez így egy sor az Excelben kis tudással. az, hogy Hihetetlen autógyűjteménye van neki, meg tényleg elképesztő, elképesztő színvonalon él az ide tehát ezen a bizonyos fogadáson minden évben olyan ajándékokat ad a haverjainak, azért akiket meghív, azok is tehetős gyerekek. Ha, tehát Tom Koronel például rendszeres résztvevője ezeknek, de azt hiszem Lőböt is meg szokta hívni, tehát sok ismert arcot. Tehát ezek, ez egyik sem szegényházi fiú, de olyan ajándékokat szokott adni nekik, amik, amiktől még ezek az egyébként tehető gyerekek is tártva marad a szájuk, hm. azt a, minden, azt a mindenit. Ez egy dolog. Nem tudom, hogy az megvan-e a, a, az ő terepről is pályafutása, az hogyan indult az arra Valami moslékos vödörrel részt vett ott valami szaudi bajdoki futamon, ugye akkor még Szaudarábi az viszonylag zárt ország volt, aztán rájött arra, hogy hát ez, ez oké, okay, de hát nem ehhez volt szokva a különböző nagy teljesítményű utcai sportautókhoz képest. Azt hogy ez, bocsánat, ez vállalhatatlan. És akkor kitalálta egyik napról a másikra, hogy hát akkor ide kell egy tisztességes versenyautó. Megnézte, hogy melyik tetszik, meg melyik az, ami, ami, neki a, az ő arculatába, vagy az ő profiljába illene. Ő azonnal lefigyelt egy igazi nyalánkságot. A Robbie Gordon féle Hammer az megvan még? Aha. Amit láthattunk itt Magyarországon is, a Közép-Európa-ra, idején, amikor Robby Gordon meg BJ Baldwin itt versenyeztek azokkal az elképesztő járművekkel. Ezt kicsik, megfogta a telefon, főhűt a Robby gordon és mondta neki, hogy Hello, Robby, itt vagyok, kellene egy autó. <hül> és ugye Robby Gordon nem forgalmazta ezeket a járműveket, tehát eladva nem nagyon lett ilyen autó. E, tehát mondta, hogy olyan ajánlatot tett a Jazid az asztalra, hogy egy pár hét múlva megérkezett a konténer benne a fenevaddal, és ugye ő azzal kezdett, azzal kezdett versenyezni. a történet. Áradzsi tehát elszállt, és ugye volt jó néhány másik esélyes, vagy legalábbis esélyesnek tűnő versenyző, akiktől búcsút kellett vennünk, akik kiszálltak a győzelemért vívott harcból, beleértve ugye a végső győztes Carlos Sainz két csapattársát, Stefan Péterhánzelt, illetve Matthias Ugye Péterhánzel az első komoly hátrányát azzal szedte össze, hogy elromlott az autójában a hidraulikus emelő, és nem volt kézi emelője a kerékcseréhez. Sanyi, mivel szignifikánsan több sivatagi versenyen vettél részt, mint mi, tehát mi ugye nullán, ketten összeadva, te meg ennél többen, Mit gondolsz te erről, hogy történhet meg ilyen egy ilyen, egy über giga meg a projektben, mint az Audi, hogy, hogy nincs emelő az autóban, mert úgy is van beépített hidraulikus emelő? Tudod, mi erre a magyarázatom végtelenül egyszerű? A nagy emberek nagyot hibáznak. <laughs> ez legyen nyugodtan, hogy ezt megtanulták. Így. Most már felesleges, mert ugye vége ennek a programnak, de soha többet ilyen nem fordul elő, többet, hogy nincs, manuálisabb manuális de, emelő. de, hogy, ez, de hogy ez mennyire ilyen általános dolog, ugye lőbnek is hasonló problémája volt. Neki azzal a különbsége, hogy neki az utolsó előtti, vagy melyik szakasz előtt, még ment ki etapon a szelektív rajtjához, ahol fölemelte az autót, és úgy maradt. Tehát nem, nem jött le. Ugye ezek olyan emelők gyakorlatilag, hogy nem az, hogy alá kell tenni, és akkor ez, hanem ahol alá tennéd az emelőt, ott gyakorlatilag lejön egy ilyen teleszkóp, és az fölemeli az autót. És nem sikerült azt visszaimádkozni az autóba, úgyhogy lőbb fogta, és valamivel, nem tudjuk, hogy mivel, elvágta az emelőt, hogy lehessen az autó, és, lehessen vele tovább menni. Ez ugye azt eredményezte, hogy az autó ennek a bal oldalán nem nagyon tudott kereket cserélni épeszű módon, azon a szakaszon, és természetesen kapott két defektet a bal oldalára, úgyhogy ilyen sziklákra kaptatott föl, meg rakott alá, hogy sikerüljön úgy felemelni, hogy, hogy ki tudja cserélni. Tehát, hogy ez amúgy nem az Auri-nak az egyedüli baklövése volt, pedig akármilyen banálisnak hangzik, tényleg, hogy mi az, hogy az emelő, az emelő nem működik. De Peter erre rátérve egyébként szerintem nagyon mellette volt ennek a versenynek végig. Ősz, őszintén így gondolom, hogy vagy ő nem tud, akar már olyan tempóval végigmenni, mint ahogy itt most kell az élmezőinek, vagy, 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 vagy egyszerűen nagyon-nagyon rosszul jöttek ki neki a dolgok ritmusba. Ugye nyert egy szakasz, de igazából azzal sem ment semmire. Azon túl nem nagyon voltak neki igazából olyan eredményei, vagy olyan pillanatai, amikor felhívta volna magára a figyelmet. Nem is volt köze igazából semmihez. Az más kérdés, hogy a végén, az utolsó napokban már teljesen egyértelműen őt és extrémöt is Carlos Sainz testőreként használta az Audi, és ugye vannak képek, videók, ahogy Sainz megy elől, mögötte pedig a két másik Audi így két oldalról gyakorlatilag ott áll mögötte, és nézi, hogy mi újság van. És ugye Sainzra hamarosan rátérünk, azért ezt tegyük hozzá, hogy ha az Audi nem így gondolkodik, és Matthias Ekström nem megy mögötte pár perccel az utolsó előtti-előtti szakaszon, akkor Carlos Sainz nem nyeri meg ezt a Dakart, mert nem volt már neki elég kereke és oda ment Matthias Ekström, ledobta az összes pótkerekét, meglevette a saját autójáról is a kerekét, hogy odaadja Sainznak, aki itt tudta folytatni a versenyt, Ekström pedig hívta az Assistance kamiont, hogy akkor kéne jönni értem, mert hát igazából nincs kerék az autómon, nem nagyon tudok hova menni. Úgyhogy ez, ez szerintem nagyon-nagyon sokat elmond arról is egyébként, hogy az Audi hogyan állt hozzá ehhez az egész versenyhez, főleg azok után, hogy Peter Hunter és Ekström versenye igazából tönkre ment. Igen, ugye ez fontos hangsúlyozni, hogy extrém is az élmezőnyben haladt egy rövid ideig, ugye egész pontosan, amikor neki a, a maratoni szakaszon, vagy egyel utána, hiszem, egyel utána pusztult meg az autója, igen, a szuperszakasz yeah. után, és ő második, és ő második helyen állt. Igen, 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 igen. Tehát Nagy a verseny feléig teljesen ott volt, aztán... Ja, Sanyi? Nagy csodák nincsenek egyébként most itt erre a testőrködésre, mondom, ezeknél a nagyobb csapatoknál mindig úgy működik, hogy, hogy el, lenyomják az első néhány napot, aztán meglátják, hogy ki az, aki jobban áll, meg, meg ki az, aki, aki, aki egy kicsit kraftosabb, akkor, és a többiek onnantól kezdve amennyire csak lehet, alárendelt szerepben vannak, vagy legalábbis az a feladatunk, hogy segítsék a másikat. Tehát láttuk már ennél cifrábbat is. Fállás. Nem annyira, nem annyira reflektorfényben a Dakaron, tehát hogy, hogy megálltak és szétkapták az autót, és az autóból vettek ki alkatrészt, hogy odaadják a másiknak, amivel, amivel tovább tudott menni. Tehát ez, ez nem egy új keletű dolog. Az, hogy ezt ekkora emberek, mint a Péterházzel, meg az Extröm, meg a science ezt együtt így le tudták focizni, ez azt mutatja, hogy az, itt azért nagyon-nagyon komoly volt az akarat, meg a szándék, hogy megnyerjék ezt a dakart. biztos vagyok benne, hogy ez, ez, fordított esetben történik, és a Péter van a nyerő helyzetben, vagy az Extrém van nyerő helyzetben, a másik kettő is megtette volna a csodnékő gondolkodás nélkül. Senkinek ne legyen e Persze. És ugye egy emberről nem esett még szó szóval a győztesen kívül, egy fontos szereplőről, ez pedig Sebastian Löb, bár persze ugye őt is érintettük, ő volt Nasser Alatti a partnere, ugye ebben a bizonyos prodrive Hunterben, és Löb azt megmutatta, vagy inkább azt mondanám, hogy Löb re megmutatta, hogy ez az autó képes úgy is közlekedni, hogy közben nem romlik el, legalábbis egy darabig. Ugye az utolsó előtti szakaszig, is voltak lőbnek problémái, de ezek csak olyan szintű problémák voltak, amelyek ugye esélyt biztosítottak számára arra, hogy a Dakar győzelemért küzdjön, hiszen a tizedik szakasz után ugye 13 perc volt a lemaradása Sainzsal szemben, és ez még nem tűnt egy megoldhatatlan feladatnak. Nyilván ott, ott már Carlos Sainz volt az esélyes a Dakarnak egyértelműen, de, de nem tűnt megoldhatatlannak ez a feladat. Aztán viszont ugye másfél óra ott maradt az utolsó előtti szakaszon. Lehet, hogy alatti a megátkozta lőböt is. És... Én azt gondolom egyébként, hogy itt úgy fogalmaztál, hogy ezek olyan technikai hibák voltak, amik esélyt adtak arra, hogy harcoljon a győzelemért, szerintem meg pont, hogy olyan technikai hibák voltak, amik elvették az igazi esélyét arra, hogy a győzelemért küzdjön. Mert oké, okay, hogy ott csak 13 perc hátránya volt, de ha csak aznap nem esik szét alatta ez, a, ez az autó, akkor, akkor, már vezette volna a versenyt egyébként. Igen. Tehát ott ugye Science ilyen 25-28 perceket hagyott el, amíg ugye várt extrémre, meg a defektek, meg minden, tehát ott azért ott Sainz bajba került azon a szakaszon, de lőb is elbukott, vagy 15 percet, ott volt ez, hogy sziklákkal kellett kiratni hogy föl tudja emelni az autót, meg, meg, ott is eltört neki ez az a futóműben. Ugye ő is elmondta, meg Nasser is elmondta, hogy ennek az autónak egyszerűen a sziklás részek nem, egyszerűen nem tudnak vele érdemben menni. Ha mennek, ha mennek, ha vigyáznak, ha kerülnek, minden tök mindegy. Nem jó ennek a futómű geometriája tulajdonképpen, és nem csillapít megfelelően bizonyos helyzetekben ez a futómű, ezért azokat a, a, az ütéseket, azokat nem tudja teljes mértékben elnyerni mondjuk a gátló, hanem a gumikra csapódik le ebből valamennyi, amik hát nyilván nem arra vannak tervezve, hogy egy, egy ekkora monstrumnak a rugózását gyakorlatilag megoldják és, és, és kimozogják, és egy ide után ez... Ez megadja magát, plusz lövés azt is hozzátette, hogy ennek az autónak irgalmatlan, rosszul van kitalálva a hátsó kipufogója, és odatolja a meleget a hátsó gumikra folyamatosan, amik így rohadt hamar túlmenekszenek, és onnantól kezdve nyilván extra defekt veszélyes a helyzet. És amikor dűnézni kell, sivatagozni kell, akkor még ugye hagyján. Amikor viszont ezeken az extrém sziklákon kell átmenni, Oroszul lehet, hogy éppen, éppen hány defektet fogsz kapni. Lőbnek volt olyan szakasza, hogy öt defektet kapott, és 20 kilométerenként meg kellett állni fölpumpálni egy kereket. Rettenetesen durvák ezek a sziklás szakaszok egyébként. Tehát az, azt a, képernyőn, a tévében, tévét nézve lehet valamiféle fogalma az emberek, de, de ezek a sziklás gyerekek, ez felfoghatatlan, komolyan. Hitelen, Brutális, hogy milyen helyekre, milyen helyekre viszi be a mezőnyt ezekre a, ezekre a sziklás területekre. Nekem a barokkói, meg, meg afrikai sziklákkal kapcsolatban vannak tapasztalataim, de egyszerűen hihet Az első dolog, amit megtanultam a sivatagi versézés kapcsán, az az, hogy ha defekt nélkül mész, akkor, akkor egyszerűen nem volt elég gyors. Tehát az, azt jelenti, az jelent, hogy dingjét lopni mentél oda, nem, nem <coughs> autóversenyezni. Dínyetol, vagy tempóban alattál. Ha igazán gyorsan mész, akkor egyszerűen nem tudod megúszni a defektet. Egyszerűen nem tudsz annyira szerencsés lenni, hogy azt megúszd. És ezek hátborzongatóak ezek a sziklák. Egyébként ilyenkor szokott megszületni a felismerés az, az, az hogy jó, akkor költözzünk le a légiós regényekből jól ismert Airfoodba Marokkóban. Uh -huh. Ott található Airfood, ott van egy egy viszonylag Ö, jól kialakított terület, ahol, ahol műhelyek vannak, amit ki lehet bérelni, és akkor de szépen be lehet költözni, és akkor ott szokták bonyolítani. Nagy autógyártók is bonyolítanak ott teszteket, de terepről csapatok is. Borzalmasan sok időt tölt a fut környékén. Ugyanis ez egy olyan különleges része a világnak, hogy hogy ha visszafelé mész, tehát északnak, akkor főbész a hegyekbe, az atlaszba ott tudsz sziklákon pattogni, meg, meg hegyi utakon, hogyha lefelé mész délre, akkor ott a sivatag, mindenféle geog, geológiai felület megtalálható, amin, amin a járművet ki lehet próbálni. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a prodrájvosok ezután, hogy ezt így kijelentette Sebastian Lő, biztos, hogy, hogy az eddiginél is több időt fognak térségben tölteni azért, hogy tettök tökéletesítsék. És még ugye az az érdekesebb be egyébként, hogy ugyanezeken a sziklás részeken, ha nem is ennyire durván, de, de, de szintén elég erősen szenvedtek az audi is. Az Audi-nál Peter Hansen mondta el, azt még az első szakasz után rögtön, hogy emberek, én voltam azért néhány takarom már, nem tegnap jöttem ide a sivatagba először, de fogalmam sincs, hogyan kell ezeken a sziklákon vezetni egy ennyire nehéz autót. Ugye az Audi az elektromos hajtásrendszere miatt még sokkal nehezebb, mint a többi T1-es terepjáró, és, és azok ugye még, még nagyobb terhet jelentenek a futóműnek, guminak, és az Audi se bírták, és ugye itt jön ki megint az, hogy a Toyota, a Toyotában lett volna egy ilyen kaliberű pilóta, mint aki eligazolt tőlük, vagy aki a rivális csapatokba ugye versenyzett, az az autó az összes sziklás szakaszt megnyerte, kivétel nélkül. A dűnéken, ezek a dűne, ezek a, a, tehát a, az ilyen szintű sztárok, mint Nasser, vagy Peterhansel, vagy, 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 vagy Sainz, ezek az emberek érvényesítik a tudásukat, tapasztalatukat, és ott lehet, hogy tényleg egy adás előtt beszéltünk arra, hogy egy unimoggal is lehetne akár jó időket menni ilyen, de ilyen helyen. Lehet, hogy még azzal is nyernének. De a sziklán meg nem volt ellenfele a toyota -nak. ez szerintem egy nagy tanulsága volt ennek a és ugye Például ez a tizedik szakasz, amit, em, amit, említettél, ugye az a bizonyos szakasz, ahol Sainz megvárta extrömöt, extröm szétkapta a saját autóját, és segítsen Sainznak, nagyon nem tel kerekei tudatta. Ugye ez egy teljesen értelmezhetetlen végeredményt hozott, hogy a top három úgy nézett, hogy Csicserit, ez még csak-csak, Barak Vanat egy century a második, és ugye a Litván Benediktas Vanagas lett a harmadik, amit szerintem, tehát hogy mi egy szakasz végeredmény is tud arról tanúskodni, hogy itt valami nagyon furcsa dolog történt, és ez mindenképpen egy olyan szakasz volt. És ugye ez volt az utolsó olyan szakasz, ahol még lőtávolban -lő távolban volt Sainzhoz képest, mert másnapot hagyott másfél órát, és hogy gyakorlatilag Sainz megnyerte a Dakar, tehát az utolsó nap azt tényleg már idézőben csak végig kellett menni. Carlos Sainz, tehát negyedszer lett Dakar győztes, és ugye ezzel az autós mezőnyben gyakorlatilag a a leges legnagyobbak közé emelkedett számszakilag, hiszen ugye immáron csak Péter Hansel és Alattia van előtte, ami a Dakar győzelmeket illeti, és ugye Ári Vatanen és Carlos Sainz egyelen négyszeres Dakar győztes, szintén a negyedik legtöbb szakaszgyőzelem az övé, tehát összességében ugye az a Carlos Sainz, akit megválasztottak, megszavaztak minden idők legnagyobb rali versenyzőjének nem olyan régen, ne ingasd a fejed, hogy ez jó vagy nem jó, így szavazta meg a nép, az a nép, vagy bocsánat, az a Carlos Sainz, hát immár egy másik műfajban is, egyre inkább odaér, valaha volt legnagyobb a közé. No, Sándorom, kérlek, méltas nekünk az immár négyszeres Dakar győztes, 61 esztendős fiatalembert. Fú, nem tudom elégszer méltatni, kezdeném ezzel. E, tudom, hogy ez nem mindenkinek tetszik itt a stúdióban, de én, én azért kibondom, hogy szerintem a világ minden dicséretét megérdemli ez az ember. E, azt is megmagyarázom, hogy miért. Megpróbáltam összefoglalni a, a Facebook oldalamon, egy rövid ö, szösszenetben. E, elképesztően higgadt, nyugodt minden helyzetben. Elképesztően Bölcs, elképesztően tapasztalt, hihetetlen alázat, hihetetlen szenvedély munkában. Ezt mutatja, hogy 61 évesen képes ezen a színvonalon teljesíteni, és ami egy szintén egy kulcs összetevője ennek a sikernek, az, az a részletekre fordított elképesztően nagy figyelem minden apró részletre. Én csodálom. Carlos a, Amiatt amilyen ember, ugye nyilván a, a ralistő dolgaira arról, arról a, a ralihoz nálamnál milliószor jobban értő Tomi teljesen más, hogy reflektál, mint ahogy én. Amit én látok, az, hogy ez az ember, ez nyert két világbajnoki szívet a raliban, és megfertőzött a motorsporttal annyi embert, hogy, hogy, az valami borzalom. Elképesztően sokan kezdtek érdeklődni a motorsport meg a rally versenyzés miatt az ő, az ő személye, meg az ő teljesítménye miatt. Én ugyanezt gondolom a tereprallinról is, hogy a tereprallinak is nagyon jót tett az ő, az ő érkezése annak idején. Én emlékszem rá, amikor bejelentették, hogy aláírta a Volkswagenhez a, a, terepralliban, akkor mindenki szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy na most ez idejön, akkor mi lesz itt, hogy lesz, merre lesz. Idejött, jó néhányszor összecsukta magát mert, ugye a raliról, terepralira átállni, az olyan, mintha nem tudom, mintha újra tanulná járni konkrétan. Semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Tehát a, ha az agyad be van állva a klasszikus ralira, akkor nagyon szenvedni fogsz, amikor át kell programoznod az agyadat, meg az ösztöneidet erre, erre, a műfajra. Ez, egy, ez önmagában ebben nagyon sok embernek beletört már a bicskája, az évek meg az évtizedek során, és nagyon sokan úgy voltak vele, hogy na, ha valaki, akkor a szájc, az biztos neki is bele fog törni ebbe a bicskája, és igen, összecsukott jó néhány kocsit. Igen, elképesztő nagyokat esett, meg, 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 meg nagyon sok kálváriája volt neki, de mint a mellékelt ábra mutatja, megoldotta ezt a feladatot is, úgy, hogy akik, akik ismerik az ő, ő személyét, meg az ő megítélését otthon, tehát ezt én mondom neked, hogyha ő elindulna mondjuk a, spanyol elnök választáson holnap után, én biztosra mondom neked, hogy megválasztanak elnöknek. Ezt tudom, hogy gyakran hozom fel ezt példaként, de, de ő klasszikusan az az ember. Hát mikor, mikor a visszavonulása volt a, a rallitól, a rallis visszavonulás, akkor tartottak valami, valami eseményt Madridban, én nem tudom, hogy másfél millióan voltak jelen, vagy valami, ez hát borzongatóan népszerű. Tehát, hogy ő, ő azt, hogy jó, legyít egyet, hogy azt hogy jó, oké, akkor, akkor én megkerestem a magamét ezzel, meg, me, learattam a magam sikereit. Köszönöm szépen, ennyi volt. Nem vállalta a kihívást, beleugrott a terepraliba, igen, borzalmasan sok pénzt kapott érte, de azok után, amik, amik vele ott történtek, amekorákat esett, az alapján simán mondhatta volna az, hogy gyerekek, köszönöm szépen, fogom a pipámat, kalapomat, távozom, és megyek és élem a maga életét, meg egyengedtem a fiamnak az útjait, de nem, ez az ember még 61 évesen is képes ö, olyan szintű teljesítményt letenni az asztalra, ami világra szóló. Egyébként, ö, amikor beszélgettem vele itt a, az év végéhez közeledve, már nem tudom melyik helyzetben, Mondta, hogy részt vett egy ilyen terheléses vizsgálaton, amit ugye időről időre a top sportolóknak, meg a nem top sportolóknak is illik részt venni, és azt mondta, hogy hihetetlen, de a legjobb eredményeket produkálta. Minden tekintetben. A valaha volt legjobb eredményeit produkálta. Képzeljétek el azt, amikor 61 évesen életetek formájában vagytok. Hm. Én, én mosoltam 44, minden reggel főkelek, és mindig mondom a, a is kollégának, hogy most itt fáj meg, ott fáj meg, amott fáj meg. Amikor 40 lettem, akkor azt mondták, hogy ha, ha, ha felkesz reggel, és valamit nem fáj, akkor le kell csekkolnod, hogy élsz vagy meghaltál. Én, én akkor ezzel röhögtem. Az autóversenyzők mondták nekem a, a bulimon, hogy már, menjetek már a csodába. De tényleg így van. Két hmm. nap a később már tényleg éreztem, hogy ez tényleg így van. Ez az ember 61 évesen él virul, és így teljesít. Hihetetlen. Hihetetlen. Ő a, a terep rally Tom brady Sanyi, de igen. hogy is, a másik Tomi. <laughs> a másik azt mondja. <laughs> Jó. Uh, ne, én csak két, két, dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Ugye utaltál rá, hogy, hogy science a megítélése kettőnk között ugye nem, nem teljes mértékben egyezik. Mm. Nekem Science karrierjével, meg teljesítményével mindig ilyen egyrészt-másrészt viszonyom van, hogy igen, egyrészt minden betűje igaz annak, amit elmondták. Tényleg, 110%-ig egyetértek abban, hogy Carlos Sainz az autóversenyzés legmagasabb polcaira kell, hogy kerüljön. A is és a terepra is teljesítménye alapján. Külön-külön is, együtt meg aztán pláne. De mégis ott van bennem az az első történet, amit Carlos Sainzról én, én, én olvastam, vagy ha nem is tudom már pontosan, hogyan jutottam el az információhoz, de hogy amikor ő 80-as évek végén elkezdett rali versenyezni, és úgy döntött, hogy ő ő megy. Ugye egyrészt nem sokat versenyezett mondjuk helyi bajnokságokban, vagy kis költségvetéssel, vagy kis versenyeken, mielőtt a világbajnoki címért kezdett küzdeni. Nem sokat kellett neki alsó kategóriákban küzdni, és az első versenyén megáltalatta az autó. És az a csapat, amelyik készítette fel az autót, nagyon gyorsan kapott egy telefont. Hogy, bocsánatot kérek, de egyébként mi történt? Carlos autójában. Tudjátok, ki volt az az ember, aki megejtette ezt a telefont? János Károly király. Egész pontosan és spanyol hm. király volt. Pontosan. Mm -hmm. Ő mm -hmm. személyesen érezte azt fontosnak már akkor is, hogy Carlos Sainz hogy léte felől érdeklődjön, és uh, garanciákat kért a csapattól arra, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy többet ne forduljon elő az, hogy megállalatta az autó. mégis mit képzelnek magukról, hogy megáll az autó? És ezt Carlos Sainz, e... Károly... Igen. Bocsánat, hogy Ugye e, ezt a bizonyos királyt, ezt, ö, hát én nem tudom, hogy hogy kell, ezt polkorektan megfogalom, ezt me megüsték egy kicsit a szentem. <laughs> Tehát ő, ő nincs már hivatalban, de ő egy, egy autosportért köztudottan bolonduló ö, király volt. Nem csak Carlos Sainz miatt ejtett meg ilyen telefonhívásokat, hanem más spanyol autóversenyzők, vagy általa kedvelt autóversenyzők, miatt is ejtett meg ilyen telefonokat, még mégpedig nagy gyakorisággal. Volt idő, amikor azzal vádolták, hogy lehet, kicsit az autóversézés egy picit tár, többet foglalkozik, az, amiben kéne neki. Igen, ezt csak azért meséltem el ezt a sztorit, mert hogy a podcast csoportban, a Formula Podcast Facebook csoportban jött ilyen kérdés, hogy mi hiányzik ifjabb Carlos sainz ami az idősebb Carlos Sainz-ban megvan, és én arra ezt tudnám válaszolni, hogy ahogy Carlos Sainz megérkezett az ő kategóriája csúcs sorozatába, akkor ilyen, ilyen belépővel, ilyen háttérrel, ifjabb Carlos Sainz ennek a közelébe sem tudott kerülni, és nem az ő képességei, vagy a tudása, vagy a bármilyen miatt, hanem mert ez egy olyan közeg, egy olyan lehetőségekkel érkezett, olyan ellenfelek közé, Max Verstappen mellé, stb. Akkoriban Carlos Sainz, amikor nekiállt ennek az egésznek, ő úgy érkezett meg, hogy ő ennek az egésznek a királya. Úgy is viselkedett, olyan aurája volt, amit egyszerűen nem lehetett senkihez fogni. -e. Videófelvételeken látszik, hogy a szervizparban mennek körülött az emberek, és így, így néznek rá, Úristen, itt van, itt van körülöttünk a király, tényleg, Úristen, mi történik velünk. nem, és nem akarok, szem... meg, itt megint keseregni, de majd vele kapcsolatban is el tudom mondani a saját históriámat, hogy nekem világos, a Világos, világos, világos. Csak azt akarom ebből kihozni, hogy Carlos mindig meg volt az a háttere, az a lehetősége, arra, az az alapra, alapja, amire ő föl tudta építeni a saját imidzsét, a saját karrierjét. A VRC-ben úgy lett kétszeres világbajnok, hogy mind a két szezonban igazából maximum egy, de volt, hogy ha őszintén tudok lenni, egy ellenfelese volt, aki, aki végcsinálta volna a szezon. Utána bukott el wbc met úgy, hogy ő volt a szezon legjobbja, és 300 méterrel a cél előtt szétesett neki az autó, úgyhogy már csak be kellett volna gurulni, és világbajnok lett volna. Volt olyan, hogy egy csapattársa lett világbajnok az az autó, valamit ő úgy döntött, hogy az az ő autója lesz, és majd ott mindenki őt fogja kiszolgálni, aztán nem így lett. De, de, de mégis azt mondom, hogy másrészt meg ő volt mindig az a versenyző, aki, hogy elindult egy VRC futamon, tudta, hogy ott lesz az első három között. Valószínűleg nem fogja megnyerni a versenyt, vagy ahhoz több mindennek kell történni, hogy megnyerje, de mindig ott van, mindig hozza az eredményt, amit mondtál, Sanyi, hogy mindig nagyon higgadt, nagyon nyugodt, nagyon tudja, hogy mit csináljon. És nekem a tereplal is, vagy dakaros karrierje is kicsit ilyen, hogy egyébként azt gondoltam, hogy ő sokkal kiegyensúlyozottabb lesz majd tereplal isként, pont azért, mert a VRC-ben ő volt az, aki nem hibázott és végigment és beosztotta. De hát itt látszik, hogy azért ez egy másik műfaj, meg egy másik szakák, hogy itt azért elég sokat hibázott. Ugye tavaly is összetörte magát, például most meg neki, és, és, nyert. Az nekem megvan kicsit... a tavaly... Igen. Amikor, 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 a helikopterben hallotta a rádióforgalmazást, hogy érkezik a szervíz, és lehet ki lehet pofozni az autót, és szólt a helikopterek, hogy azonnal hátra arc, nem Igen. megyünk a kórházba kivizsgálásra, de megyünk vissza az autóhoz. Tehát ez is Igen. egy, egy Igen. Elképesztő, elképesztő, pali. Hihetetlen Igen, én csak azt akarom ezzel mondani, hogy Science-nak Science azért nekem mindig megvolt az, hogy a négy Dakar győzelem, ugye négy különböző autóval nyerte meg, azért az se kis dolog, például senki nem csináltam még meg. É, és, de, de ha őszintén akarunk lenni, minden négy esetben, amikor ő nyert, az a projekt, meg az az autó, az a legnagyobb háttérrel rendelkező, legkomolyabb projekt volt. Persze ebben az is benne van, hogy a legkomolyabb projektek mindig Carlos sainz Vi, Oda viszik Carlos a... sainz igen. 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 tehát hogy ezek mindig, azért mondom, hogy egyrészt másrészt viszont nekem, ami biztos, és ebben az ifjabb carlos nagyon-nagyon egyetértek, aki azt nyilatkozta a mostani után, hogy szerinte az apja most mindenkinél okosabb volt, és szerinte a saját dakarjai közül is most csinálta végig a legokosabban és a legjobban ezt a dakart. És én úgy is éreztem végig, hogy ezt ő irányítja. Amikor nyomni kellett, akkor nyomta, egyébként pedig nagyon okosan végigmenedzselte ezt a futamot. Úgyhogy maximálisan le a kalappal előtte, és azt meg nem tudom elég szangsúlyozni, hogy emberek 61 éves. Tehát, tehát, igen, tehát, és hogy ez... azért azt is húzzuk el, hogy úgy lett ő négyszeres dakargyőztes, és ahogy mondod, négy gyártóval, hogy tulajdonképpen az ő Dakaros karrierre mondhatjuk, hogy két ilyen korszakos legenda úgymond árnyékában zajlott, ugye Stefan Péterhánzel előbb, majd Nasser Elatia később, és egy olyan időszakban nyertő négy Dakart, hogy, hogy a műfaj történetek talán valaha volt két legnagyobbja, az ott volt a mezőnyben. És ez a valami. <coughs> én egy kicsit még, még Egy kicsit? Ezt engedélyezitek még nekem? Kérlek, kérlek, várjuk, várjuk a szánycozat. Vele is úgy indult a, a, kapcsolatom kb. ahogy a Sumival, és vele is megbeszéltem ezt, hogy hogy, van, és majd tiszta magyarázatot adott rá, hogy amikor versenyzek, akkor, akkor, akkor nem ismerek irgalmat. Aztán ezt tehát nem ismer olyat, hogy akkor megoszlik a figyelem bármi, bármi kapcsán, és ezt a későbbiekben én mindig tiszteletben tartottam, és amilyen az agyon Isten volt, olyan volt a fogadj Isten is. Tehát ezt ő mindig, hogy, hogy próbálom az olyan időszakokban megszólítani, amikor, amikor arra, arra lehetőség van. Uri ember módjára kezelte a helyzetet. A másik arra, hogy a részletekre való odafigyelés, amit, amit mondtam. Soha nem felejtem el, amikor, aláírt az, az SMG-hez, amikor azzal a bagival versenyzett a Dakaron. A, az SMG egyik társ tulajdonosát én, én nagyon jól ismerem, és Moszkvában voltunk a Luzsnyiki stadionnak a parkolójában. Ott, ott árulta el nekem, ez nyáron volt valamikor, nagy titok övezte, hogy akkor mit fog csinálni a kárhoz a következő Dakaron, és akkor fél, félrehívott engem az ember, és akkor megmutatta, hogy na, ez az autó lesz a Kárlózé ott pusmorogta meg nekem, hogy akkor, akkor megszereztük a Kárlózt, óriási nagy dolg, és akkor beszélgettünk, és akkor mondta hogy mi volt az, ami meggyőzött benneteket, hogy miért, miért őt akartátok. Ő is azt mondta, hogy hát, a legjobbat akarjuk, akkor, akkor a Carlos kell, és, és rá tőle várhatjuk az eredményt. És akkor elbesélt ő egy történetet, hogy, hogy egyszer egy, egy valamilyen ralis demonstrációra készült valahol a Carlos, ahol, ahol akkor még, még nem volt olyan magas szintű befektető a motorsportban, de ott ő gyelget valahol, valamilyen minőségében, és azt mondja, hogy e, e, az ember mondta, hogy hát kérne egy nagyobb tétel gumit, mert szeretne tesztelni. És akkor mondták neki, hogy tesztelni, mire? <laughs> Deból bó lesz, mész két kanyart, integrálsz egy kis, és visszut hallásra. És mondta, hogy hát igen, emberek, de hát én, én Carlos Sájc vagyok, én, én nem csinálhatok úgy, hogy csak megyek, hanem nekem úgy kell mennem ezzel az autóval, hogy ebből ki kell csontozzam, amit ebből, amit ebből ki lehet hozni, hogy az emberek örüljenek, meg, meg, a, meg boldogok legyenek, hogy olyat láttak, amit még nem. Zsájtóleg eltesztelt valami 28 szett gumit, azért, hogy azon a bemutatón, azon a két alkalommal, amikor ő megy, akkor ott az emberek azt mondják, hogy azt a mindenit, ez, hogy ismerje a járműnek a határait. Tehát ez is egy, ez is egy, egy, egy hihetetlen hihetetlen történet. Mit akartam még mondani? Egy példát még a higgadságra. Egyszer egy, egy marokkon voltunk, és uh, volt, egy, volt egy szakasz, ahol ahol semmi közepén ott volt egy, egy fa. <laughs> Isten tudja, mai napig se senki, hogy hogy történt, de valahogy az öregnek az sikerült telibe vernie azt a fát. És, és, nem az volt, hogy, hogy kiszállt és őrjöngött, hogy most ez, hogy kitette ide ezt a fát, mint ahogy a, az autóversenyzők zöbe, zöbe, szokott, hogy kitette ide ezt a fát, aminek neki mentem, hanem azt az emberek hibáztak, megtörténik, velem is, velem is megesik. A, a, abszolút, abszolút higgadtan kezelte le a, 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 történetet. Úgyhogy én hihetetlenül nagy, nagy, csodálója vagyok, és az, hogy mennyire úriember, ember Emlékeztek arra, amikor ö, volt egy gálánk, amikor amikor volt fölberült, ilyen. Hogy, hogy megállapodtam vele, hogy akkor tiszteletét teszi nálunk a, az Autosport és Formula magazin TOP 50 magyar autóversenyző gáláján. A díszvendégünk lesz, átadja a díjakat. Megállapodtunk róla már májusban, hogy ez a decemberi eseményen ő, ő tiszteletét teszi nálunk kezet fogtunk rá. Időről időre beszéltünk róla, hogy igen, akkor semmi sem változott, minden oké, okay. és ez akkor volt, hogy akkor igazolt ő a minihez. És, és ez, ez, ugye nagyon készültünk rá, hogy hát ez óriási, óriási dolog, hogy, hogy csatlakozik hozzánk a Carlos. Aztán egy, ide, egy időre csend lett körülötte, eltűnt, nem jött a versenyekre sem, hiába kerestem nagy erőkkel, nem sikerült elérjem, majd, majd egyszer csak kaptam egy telefont. Olyan október eleje környékén, szeptember vége, szeptember végén inkább. Teljesen váratlanul csörgött a telefonom, ő volt az. Fölvettem, és akkor mondta, hogy figyelj, tudom, hogy kerestél, tudom azt is, hogy miben állapodtunk meg, de kötelességemnek érzem, hogy, hogy a téged arról, hogy sajnos nem tudok eleget tenni a meghívásnak, mert egy, egy olyan olyan kötelezettségem lesz, ami ami gyakorlatilag ellehetetleníti azt, hogy én ennek eleget tegyek. És hát akkor ott kimagyarázásra került, hogy befújt a szél az ablakon egy minis szerződést, amit ő elfogadott, és hogy rengeteg promóciós dolgot kell csinálni a csapattal, meg le kell vonulni szépen Marokkóba jó nagyokat tesztelni, és hogy gyakorlatilag ő orvérzésig, a Dakar indulásig, gyakorlatilag ő, ő ezzel el van havazva. De hogy nekem ebből azért, le, hogy, hogy milyen elképesztő. Más, az, más szerintem simán megtette volna, hogy azt mondta, hogy le van Nem szólok hmm. neki, majd, majd úgy is megtudja. Majd, majd rájön, hogy nem vagyok ott. Ma, majd, rájön, hogy nem <laughs> vagyunk ott. Nem, ő ezt vette a fáradtságot, főhívott, tisztességesen elmagyarázta. Nekem, nekem hihetetlenül jól esett. Megmondom őszintén. Meg amikor beszéltünk róla, emlékszem, hogy dr. Gellérvének is. Ő is azt mondta, hogy ez azért, ez azért elképesztő úri ember hozzáállás. Hát hozzá elegáns én nagyon elegáns. Nagyon elegáns. De mindenben ilyen, mindenben, mindenben ilyen. No, uraim, én azt gondolom, hogy az autós kategóriáról ö, beszéltünk eleget, amellett, hogy nem lehet eleget beszélni, de egy podcast adás terjedelméhez képest. Műsoridő, ja, a... műsoridő, kérem. Ja, ja, nem igen, a főszerkesztő a... véletlenül? A fűszerkesztő ilyet szokott itt mondani <há> valóban. Hát a többi kategóriáról közel sem fogunk ennyit beszélni, de van egy, amiről azért pár percig térjünk ki. Ugye nagyon sokszor, és azt is gondolom, hogy nagyon sokaknál úgy van ez, hogy a, az autósok utána a motorosok, a második legfontosabb és legérdekesebb kategória Dakaron. Hát legalábbis számunkra Tomival idén ez nem feltétlenül így volt, vagy nyugodtan mondjuk, hogy nem így volt, hanem ugye az elmúlt években egyre inkább fejlődő T3-as kategória, avagy immáron Challenger néven, futó kategória volt az, amit kitüntetett figyelemmel követtünk. Hát azért örülök, hogy végre találtak valami nevet a gyereknek, mert ugye az elmúlt években a T3-at, ugye volt, hogy a T4-el együtt kezelve UTV-nek nevezték, nevezték ezt könnyű prototípusnak, kicsit nehéz volt követni, hogy éppen melyik, melyik, melyik. Ugye most a Challenger nevet kapta meg ez a géposztály, amelyben Hát ezek a rácsos kvadok versenyeznek gyakorlatilag, e, ugye? Én ezt, én ezt mindig vitatnám, hogy ez mennyire kvad, mert egyébként ez autó. Tehát ez, ez, ez Jó, autóként kezelik az. tulajdonképpen, mert persze az autós az. értékelésben volt. Csak a, ez, nekem ez nekem mindig az a bajom, nem mindegyik ilyen van, amelyikben normális, szekvenciális váltó van, de van, amelyikben ez az a utcautók olyan, mint ez a CVT váltó, nem, nem tudom ezt szebben mondani, ami igazából ez a, vagy végtelen fokozatú, vagy egy fokozatú váltó, tehát tulajdonképpen nem kell sebességet váltani, az autó magának állítja a végáttételt, és mindig egy fordulaton pörög a motor tulajdonképpen, és, és állítja magának a végáttételt, hogy azon a fordulatszámon mennyit menjen az autó, és így tudsz vele kigyorsítani, és ez elképesztően rossz hallgatni a pályák mellett. Tehát azt látod, hogy elfordul, jó, egy padlógáz, vén... ott oh, már egy perce hallgatod, és nem történt semmi. Ugye már nincs ott az autó, de ezt hallod már mióta, hogy ez történik. Ennél csak az elektromos Audinak a működő benzinmotorjának a hangja rosszabb egyébként. Jaj, hát az szörnyű. De ez Ö... az katasztrófa. Na mindegy, csak ennyit akartam. És ugye ebben a bizonyos Challenger kategóriában egy nagyon-nagyon érdekes mezőny állt össze ismét. Ugye tényleg ugye ez, a, ez többek között a, az egyik ilyen ilyen ennek a kategóriának, hogy nagyon izgalmas mezőnyök jönnek össze. <coughs> Ugye csak egy-két nevet mondjunk a, az élmenőkön kívül, ugye ott volt például Krisz Mikke, egyjuk az Mik. elt a végén. Nagyon jó. nem Krisz Miki? Mik Miklós? <laughs> nem, amúgy Krisz Mike. Nagyon köszönöm, ma is tanultam valamit. Ugye a korábbi VRC pilóta és futamgyőztes. Vagy ugye egy igaz ilyen. Dakar mágus, a csilei Ignáció Kazel, aki nagyjából az összes létező kategóriában elindult már, Ő ugye ment autóval, motorral, kamionnal, kvaddal, tehát mindennel versenyzett a Dakar. Neki és... volt csapattársa Lónyai Pali. Ezen a... Egészen ezen pontosan. Is. Igen. és ugye, ha már, akkor igen, ugye egy magyar versenyzőt is találhattunk ebben a mezőnyben, Lónyai Pál személyében, és ezt a mezőnyt Hát a verseny első hetében egy, egy lengyel család tartott a rém uralma alatt, hiszen ugye a Gocsát család úgy tűnt, hogy egyfajta ilyen kis házi versenyi alakítja a Dakart. Ugye közülük is a, talán a legprominensebb az Eric Gocsál, aki az apjával és a nagybátyjával alkotott egy csapatot. Ugye ez a srác most már 19 éves is elmúlt, de ő már tavaly megnyerte a Dakart 18 évesen és 70 naposan, akkor még SSV-ben, tehát a T4-es géposztályban, de mit egy ilyen géposztályban, akkor hogy Dakar győztesnek lenni 18 évesen, az tényleg... Itt lérván? megszakíthatnak egy pillanatra? Csak, Csak egy pillanatra. Lélek. Itt beszéltünk arról, hogy egyre több fiatal van a Dakaron. Terepraliban valamennyire járatos emberként. Nagyon sokáig az volt ugye a közhiedelem, hogy, hogy terepralizni, meg sivatagi versenyekre a, a veteránok mennek, akik már... Öreg emberek, mondjuk akik, ki. Akik, akiknek emberek. már lefőtt, a kávé mindenütt, azok kinyugban elmennek, és nyugdíjas korukban terepralizgatnak egy kicsit. Tehát sokáig a sivatagi versenyzésen rajta volt ez a lemoshatatlannak tűnő bélyeg. Viszont az elmúlt években, úgy mondanám, hogy az elmúlt öt évben én azt látom, hogy olyan irányba változott a trend, hogy, hogy akár karrier cél is lehet az, hogy egy fiatal a sivatagi versenyzés világában építsen magának pályafutást. Tehát, hogy a, hogy a csúcs az legyen, hogy megnyerni a Dakart, vagy megnyerni az immáron, most már a most már világbajnoki keretek között zajló tereprali világbajnokságot, amit a Nemzetközi Automobilszövetség, és ez is, ez is nyomott rá szerintem egy, euh, egy, 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 nagyobb egy nagyobb... Egy nagyobb bátett. egy nagyobb, nagyobb pust erre, erre, a történetre, hogy én azt látom, hogy egyre több fiatal igyekszik a versenyzés világán belül, a felé, hogy akkor építsük karriert a terepraliban Bizony. és ugye így tesz ez a bizonyos ifjú Erik Gocsál is, akiről úgy tűnhetett tényleg a verseny első hetében, hogy semmi nem állíthatja meg, aztán egy műszaki ellenőrzés megállította, ugye. Rajongója lettem az úriembernek az első hét folyamán, elképesztő, elképesztő időket ment, azzal kezdte a verseny előtt, kérdezték tőle, hogy mennyire akarja hogy beosztani, meg tudja, hogy hol kell lassan menni, stb. Azt mondta, hogy jaj, hát én nem megyek ám lassan, én majd megyek, ami a csövön kifér, aztán majd lesz, ami lesz. Azt mondja, én túl fiatal vagyok ahhoz, hogy taktikázzak, nekem ez még nem fog menni. És végigcsinálta úgy az első hetet nyilgázó, hogy azt mondta, egy szakaszon verték meg, és a nap során egy órával vezette a, a kategóriáját. És, a és ugye az, szakaszon... az összevont autós-kamionos T3-as mezőnyben top 10 volt? Az, au, az, au, igen, azt hiszem tizedik vagy kilencedik helyen állt, de talán tizediken az összetetben. Úgy, van ez az, az értékelés, a... értékelés, ahol a, az autó, a Challenger, a T4, meg a kamion egybe van, és ott volt ő tizedik. -ig. Ja. Igen, 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 tehát négy kerekű mínusz kamion, jó, majd mínusz quad, igen, vagy, szóval ezekben volt ő, és, és hogy a 48 órás szuperszakaszon abszolút ötödik időt ment. Azért az... Az, azért az, az, az a dolog. Igen, 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 igen. És erre jött az, hogy a pihenő napon, érdekes módon a pihenő napon megnézték az autókat, és az derült ki, hogy szabálytalan anyagot használtak fel a kuplunk szerkezetben valahol, és ezért kizárták az egész csapatot. Mm, érdekes dolog ez nekem, hogy ez miért ott derül ki, meg miért nézik meg egyébként ott akkor a kuplunknak egy bizonyos részeit. Erre rámutatott-e valaki egészen konkrétan, hogy srácok, azt kell megnézni, és akkor az úgy szabálytalan lesz. Voltak itt mindenféle összeesküvés elméletek, hogy így, hogy őket kizárták, így végre Red Bull támogatott versenyzők léphettek oda az első helyekre, és végre Red Bull támogatott versenyzők közül kerülhet ki a győztes. Nem mennék én ilyen messzire egyszerűen, hogy a szabálytalan ez szabályt ne. Van. ne. azért mondom, tehát ez, ez egy kicsit erősnek érzem de hogy a szabály szabály, akkor zárni, csak furcsa ez nekem egy picit, hogy ez miért a futam közepén derül ki, meg miért így derül ki, meg ugye a csapat közleményében azt válaszolta, hogy egyébként ez nincs leírva sehol, nincs megtiltva konkrétan sehol, hogy ilyen anyagot lehetne használni, vagy nem. A csapat, akitől az autót hozták, azok ugye azt mondták, hogy ezt lehet csinálni, meg ez szabályos. A riválisok azt mondják, hogy egyébként ez jelentős előnyt tud jelenteni megbízhatóságban, hogy ilyen anyagot használnak, nem, nem lett tőle gyorsabb az autó, csak, csak jobban lehetett ütni idézőjelbe. Érdekes, én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy ez megtörtént, de nyilván, hogyha csaltak, vagy ha szabálytalan volt az autó, akkor ki kellett őket zárni, ez meg, ez teljesen egyértelmű. Figyelj, kétségem ne legyen a felhő, hogy, hogy hogyan zajlott ez, ez, a mechanizmus. Valószínűleg azért vártak addig, mert menet közben a rajt után jött valahonnan a füles, hogy, hogy hol érdemes ezt a járművet egy kicsit megmaszírozni. Azért, mert ez mindig így van. Tehát ezt, hát én mi is mindig megfigyeltük a, a különböző konkurens járműveket, hogy ott, 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 mi változott, hogy változott, mi az, ami szabályos, mi az, ami nem szabályos. Olyan is volt, amikor, amikor például meg volt tiltva az, hogy akkor nem lehet szervizelni, akkor lesben álltuk és figyeltük azokat, akik a mi pozíciókra veszélyesek, hogy nehogy véletlenül valaki olyat csináljon, mert abban a pillanatban készek lettünk volna ö, óvás begyújtani. Vagy megtámadni azt a, a manővert. Itt is úgy, ment, valószínűleg híre ment ennek valamilyen formában valakitől, valaki nem tartotta a száját, hogy itt hol zajlik a sumákolás, ez a valaki pedig az információ birtokában úgy volt el, hogy na akkor ez tényleg potenciálisan esélyes arra, hogy a mi eredményünket. Cs. Nem is biztos, hogy a második helyzet volt. Lehet, hogy valaki, valaki, valaki a, a, a mezőny hátsóbb régiójából, aki abban reménykedett, hogy ezzel előrelépve pozíciót tud nyerni, hogyha ezeket kitakarítja. Hát, a ugye fiú, küsz... apuka, nagybácsi a csapat, lehet a nagypapa, akit kihagytak a buliból. Na, minden lehet, minden. éppen. Ez nem a, leg, nem a legvalószínű forgatókönyv. Ugye ezt követően az a Mitch Guthrie került az érre, aki a tavalyi Dakaron már a szakaszok majdnem felét megnyerte, csak az összetetben nem tudott jól szerepelni. <kül> Őt követte Krisztina Gutierrez, aki a Dakar történetének második olyan hölgyversenyzője volt bármilyen kategóriában, aki szakaszt ő, tudott nyerni, és volt már összetett ő, Dakar dobogós, szintén ugye ő, ebben a géposztályban, és a harmadik helyen pedig haladt ő, az a, az a López, aki ennek a műfajnak egy, egy meglehetősen Nyugodtan mondhatjuk, hogy eléggé sikeres figurája, ő 19-ben, 21-ben és 22-ben is Dakar győztes lett T4-es, illetve t 3 autóval. Én korábban egy motoron volt összetett dakar dobogós, szóval ők hárman ő, alkották az élmezőnyt, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Gatri elég szépen osztotta be az előnyét, jó néhány szakaszon veszített időt gutiérrez szemben, de rendszerint csak perceket, és így az utolsó szakaszra fordulva még mindig 25 perc előnyben volt Krisztina Gutiérrez előtt, aztán ott bukott egy órát az utolsó szakaszon, és ezzel ugye Krisztina Gutiérrez megnyerte a Dakart. Jutta mint után a második hölgyversenyző, aki bármilyen kategóriában Dakart ö, tudott ö, nyerni. Ugye egyébként ö, ő is, a, hát a, ilyen magasságban nem is jutott, hogy top 10-ben legyen az összevont értékelésben, De ha jól emlékszem, 15. vagy 16. helyen végzett. 16 de, talán, igen. Az összemondott értékelésben. Igen. És összességében egy nagyon-nagyon erős versenyt futott, és tény persze, hogy kellett Gocsálék kizárása hozzá, meg kellett Mitch bal szerencséje hozzá, de alapvetően egy Dakar győzelmet nem kell megmagyarázni. Meg azt, hogy ő mennyire jó formában volt, az mondjuk azt jól mutatta, hogy, hogy Csalákolóp ezt milyen szépen tartotta maga mögött. Pedig, ahogy mondtam, ő azért az elmúlt pár évben agyonra ö, nyerte magát ebben a, ö, ebben a kategóriában. Ugye a hölgyversenyzőknek meg egyébként is ö, jutott még egy vagy másik hölgyversenyzőnek is jutott egy szép részeredmény, hiszen Sarah Price ö, a T4-esek, tehát az SSV ö, géposztályban szakaszt tudott nyerni. Clanchpint és Gutierrez után harmadik nőként összesen. Ö, úgyhogy egyre többen egyre többen tűnnek föl az élmezőnyben is. Mert ugye régóta versenyeznek nők a Dakaron, de Jutta lesz leszámítva nem nagyon, nem volt jellemző, hogy bármilyen kategória élmezőnyében hogy találkozzunk. Ugye Laya Sanz az autósok között ment egy-két nagyon jó részeredményt. És hát azt gondolom, hogy a, egymás közt ugye azon nevetgettünk, hogy az évvégi év női autóversenyzője szavazásunkon, hát az Iron dames -nek, akik tavaly nyertek, az Endurance-os hölgytriónak egy elég komoly riválisa támadt egy, itt akar győztes személyében. Igen, és ugye Krisztina Gutierre végig a top 5 ment, tehát nem arról van szó, hogy így ölébe hullott valami, és tök ott találta magát, hanem végig ott ment az elejében, és hát igazából ez a két ember, vagy három ember, a két, két gocsán, mert a háromból kettő maradt addigra már, mire a kizárás megtörtént ők ketten, meg ugye, meg ugye Gátri az, aki forró jár. Ez egyébként elképesztő dráma szerintem, hogy Gátrinak ugye véget van a gurulni az utolsó ilyen sprint szakaszon, mert ugye ez csak 170 km volt a többi, meg ugye 350-től 480-ig volt az összes többi nap. És 25 és, perc előnyben volt. és 25 perc előnyben, sok minden belefér, sok minden belefér. Egyszer megállt neki a turbo, azt még kimozogta úgy, hogy egálba kerültek, csak a ment tovább, és utána dolog a hajtás szétesett a végére, és emiatt bukta el. De hát, hogy ez mennyire drámai tud lenni egy utolsó szakasz, hogy ugye Peter Henszel alatt is megállt az Audi az utolsó szakaszon. Tehát, hogy az Audi meg tudott állni a legvégén. Hát mekkora hm. dráma lett volna, hogyha sainz áll meg a legvégén, tehát eh, akkor nem tudom, hogy Audinál mit, mit, mit tettek volna. De Viszont hát, de Mévius nem... a bajusz király Dakar győztes lett volna. Hát akkor remek szerintem lőbis kapott volna, hogy, hogy akkor Ezt tényleg így e-book akarsz, hogy akkor, hogy akkor ennyi. Na minden, szóval itt a Challengerben ez történt, igazából nagyon jó verseny volt szerintem, nagyon nagy mezőny volt, és uh, iszonyat gyorsan kell menni ezekkel az autókkal ahhoz, hogy uh, nagyon sokat kell bevállalni, mondjuk akár a dűnék tetején át, át menni velük, uh, hogy az jó legyen. Úgyhogy Még egy akar, dolgot húzzunk akar, alá, hogy hogy Krisztina Gutyer ez egy kiváló autóversenyző, azt ugye az is bizonyítja, hogy a, a bizonyos Dacia projektbe, ahol ö, Nasser és Lőb jövőre versenyezni fognak, ugye ott ő lesz a harmadik versenyző, Lőbbel együtt szerződtették le még a nyáron, ö, tehát már jelentették, be, hogy 25-től ugye a ProDrive által futtatott dácsiákat ők vezetik majd, és ö, utána ugye valamivel később, hónapokkal később jelentették be Nasszernek az átigazolását, vagy hát úgy, úgy mondjam, hogy ő is ott folytatja. Tehát, hogy mégiscsak Sebastian Lőb és Nasszer alatti a csapatársa lesz. nyilvánvalóan valóan a csapaton belüli rangsorban nem nehéz látni, hogyha háromból hanyadik helyre fogják őt tenni, de hát egy, egy, egy fa versenyzőt alig ha ültetnének be egy ekkora projektbe. Tehát összességében ez is jól mutatja az ő kvalitásait. A, azt gondolom, a többi kategóriáról tényleg egy ilyen távirati stílusban tegyünk csak említést. Ugye a motorosok között az amerikai Ricky Brabec, vagy Brabec nyert második alkalommal. A kamionosok között Cseh győzelem született, és nagyon-nagyon régen nem volt már Cseh győzelem kamionnal. Ha jól tévedek, akkor 2001 óta ezt a sorozatot törtelmes meg Mártin Mácik, vagy más Máci. És ugye kettős, kettős egy győzelem született, mert ugye Áles Loprice lett a második mögöttem. Így van, így van, így van, aki ugye tavaly a, a gázolás miatt bukta a Dakar elsőséget, ezúttal jó két óra hátrányt kapott honfitársától. Elképesztő füles kapott Loprice ezzel, hogy, hogy Macik nyerte a, a kamiont, szóval. ugye a Loprájnak a, Loprájnak az egész családja erről szól, ugye a bácsikája, Karel Loprájsz, a kamionozás, a sivatagi kamionozás egyik legnagyobb legendája. Ales hihetetlen erőket mozgósított az évek során, mindent megpróbált már, amit meg lehetett, még olyan is volt, amikor összebútoroztak a nagy rivális Dörójjal, és Döröj kamionnal indult a Dakaron, akkor sem jött be, amikor esélye volt a győzelemre, akkor történt ez a sajnálatos eset, amikor, amikor elszúnyog a hosszú összekötőről, és leborultak az útról, és ugrott a győzelmi esély. És hát jött a, Martin Macik, aki hát egy új hullámos ember úgy szintén. Tehát, hogy fiatalnak őt már annyira nem mondanám, viszont ő az az autóversenyző, akit itt magyar pályákon is sokszor láthattunk a, az elmúlt években, és őt ez motiválta. Neki ez volt az abszolút célja, hogy Dakart nyerni kamionnal, ő az egész autósportolást ezzel kezdte el, hogy, hogy ez volt a célja. És ez most, ez most megvalósult. Őt láthattuk itt még a kezdeti lépésekkor, amikor a, pályafutása elején volt itt a, a magyar versenyekre, eljött a Angérien Bahákra, sokszor többször is indult. Meg és utána elkezdett kilépett nemzetközi hadszintére, gyűjtötte a tapasztalatokat, gyűjtötte a kilométereket, gyűjtötte a támogatókat, és ez a projekt ez mostanára ért össze. És azt azért említsük meg, hogy itt aki keveset látott ebből a Dakarból, vagy kevésbé van képbe a kamionos versenyzése, vagy a kamionos kategóriával, itt nem arról van szó, hogy mindenki szenvednek, küzdik egymással a sivatagba, és a dűnéken alig bírunk fölmenni. Ezek nevetségesen gyors kamionok, és az élmezőny, az első néhány kamion a nevetség. Tehát azok a pilóták egészen döbbenetes tempót mennek velük. Vérlázítóan gyors kamionok. De ott tényleg az van, amit az autósoknál is mondtam, hogy iszonyat gyorsan kell menni ahhoz, hogy eredményt érje el, mert különben megvernek, és, és lehetsz negyedik, vagy akár hányadik, de, de, de nyerni nem fogsz tudni a kamionos mezőnyben ugyanez. Ott szerintem azért nagyobb a szakadék az első néhány, meg a többi között, mint az autósoknál, de, de szerintem, szerintem tényleg le a kalappal. az első. Ugye Fánkászterem volt az, aki a legtöbb szakaszt nyerte az elején, meg, a, meg, a, meg, az első helyen ment sokáig, neki is voltak aztán technikai gondjai, így lett negyedik, de, de ez az első négy-öt kamionos, az tényleg én nem, nem találtam. Hát figyelj, el, szóval macik, kinyitottam az összevont értékelést, 18 -dik úgyhogy neki is voltak bajai, tehát hogy uh -huh. nem teljesített tiszta akart, hogy az első De szakaszokon nem maradt autó, meg. 16 autó, valamint Krisztina Gutierrez challenger -e teljesítette nem. gyorsabban a Dakart, a kettőnél több kerekű járművek mínusz kvad. Emlékeztek is, rá, emlékeztek rá, amikor egy pár évvel, nem tudom melyik évadban, amikor csináltuk ezt a Dakaros műsorot, én akkor rámutattam már erre, hogy a kamion az, az, az nagyon sok autónál jóval gyorsabb, sőt, hogyha bizonyos versenyeken, bizonyos karakterisztikájú versenyeken a kamionnal meg lehet verni az autókat. Tetszik, vagy sem? Van hát ilyen. az Afrika részen láthattunk ilyesmit. Igen. Igen. Bizony, bizony, bizony. Ugye volt még SSV kategória, ez a bizonyos T4, ahol összesen kettő perc döntött a győzelemről. Na most még a francia kiejtésemmel is megalázom magam. Szóval Harry Javier de Sultre, vagy Megadjuk. várjuk kommentben a megedzéseket, ő győzött egy svájci versenyző Jérôme de Sabélé előtt, Túléltük, és hát a kvadokról kell egy mondatot szólni. Nagyon-nagyon szomorú módon a kvad kategória gyakorlatilag megszűnőben van. Tíz 10 kvad vett részt az idei Dakaron, amelyből 7, amely közül 7 ért célba, ez szerintem egy fájdalmasan kicsi szám. Tehát ahhoz mm -hmm. képest, hogy ugye amikor Dél-Amerikába költözött a Dakar, akkor a kvad tűnt, az, ugye akkor kvad volt a legfiatalabb kategória, és ez új sikersztorinak tűnt, aztán, aztán kiderült, hogy a, a T3 az az új sikersztori, miután ugye az a UTV-k, megérkeztek. Mert azon és van rács, tudod? Hát igen, a rácsos Kvad, ezt mondom. Manuel Andúhár argentin versenyző győzött, második Dakar győzelmét aratta, de én azt gondolom, hogy itt viszont azért valamennyit, hát hogy is mondjam, valamennyit levon a győzelem értékéből a, a mezőny mérete. Tehát a, a tíz jármű az egy, az egy Dakar mezőnynek már meglehetősen csekély, és igazából a névsor tehát egy-két nagy ágyú hiányzott még ebből a tízesből is. Ezen kívül ugye volt még klasszik kategória, mint mindig, ugye ami inkább szép, mint értelmes, már bocsánat. Volt egy Mission 1000, Mission 1000 nevű furcsa kezdeményezés alternatív meghajtású járművek számára, és külön kiemelném a stock kategóriát az autósokon belül, amelyben hárman vettek részt, és ugye ez azért nagyon klassz, mert ott, ha elindultál, akkor tulajdonképpen egy Dakar kategória dobogót már szereztél is, és tulajdonképpen ezt meg tudta tenni egy szaudi páros 106 óra és 4 perc hátránnyal. Azt még lehet, hogy lenyomtuk volna mi is, Tomi. Hát azért ah. nem úgy van az, azért nem úgy a, fó a Fókuszra? a természetesen. Figyelj, stok, stokba elfér szerintem. Kicsit alacsonyan van a hasa, tehát a dűnéken lehet, hogy szívtunk volna. De hát minden dűnéhez ez egy úgy kell más... oda menni, hogy előtte lapátolsz, így el, eltakarítod laposra. Előre. Előre. Ezt, nem, az, ne tud meg, 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 hogy az milyen élmény az, amikor lapátoldik kell. A... Emlékszem egy, egy esetre, egy, egy voltunk, és Makmit környékén beberészkedtünk a a, nagyon mélyen a sivatagban, te nagyon mélyen be a dűnék közé a, az egyik fotós kollégával, akinek egyébként egy tök jó felkészített, ilyen amatőr kategóriás versenyautónak simán elment volna az a Nissan Patrol, amiben voltunk, és hát ott sikerült úgy beragadni ám, hogy máskor mindig találkozol emberekkel a sivatagban, meg valaki mindig jár arra, de akkor bizony nem jár senki, és a végét járta a víz is, és már bizony a holdvilágnál lapátoltunk, úgy, hogy hát nem az orrunkon meg a szánkon vettük a levegőt. Mar maradjuk ennyiben. Úgyhogy nagy nehezen kiástuk magukat, és ott még volt egy jó 40-50 kilométer, amit át kell biciklizni a dűréken. Úgyhogy reggelre értünk vissza a, a helyünkre, Zagorában, ahol a versenyközpont volt, és ott tényleg annyi volt, hogy dobtál egy zuhanyt, itt egy darab is levet, meg etti két falatot, aztán húztál a következő gyorsra. Hihetetlen volt. Az egy kemény, kemény mutatvány, sivatag balapátolni. És hát végül azt gondolom, hogy a magyar versenyzők eredményeiről mindenképpen kell egy-két szót szólnunk. Ugye a komionosok közt három magyar versenyző indult köztük a legjobb eredményt Kovács Miklós értékel, a Kvali Sporttal, ugye a Kovács Miklós, Ceglidi Péter, Ács László összeállítású hármas a 14. helyen zárt a kamionos összesítésben, a másik két kamion Darázsi Zsoltal, valamint Szalai Norbertel nem ért célba. Ahogy korábban említettük, a Challengerben Lónyai Pál indult, és sajnos egy sérülés miatt nem tudta végigcsinálni a versenyt, és mindenképp meg kell még említeni a román licenszel versenyző erdélyi Jenes Emánuelt, aki a motoros mezőnyt a 23. helyen zárta, és 11. lett a Rally 2-es kategóriában. Ugye ő egyébként a Malle Moto, mondjuk így hogy rendszerében teljesített a verseny, de a málemotó, Moto, vagy Original by Motul értékelésben nem szerepel, mint hogy ő, úgy szóval a kategória nagyköveteként futott ezúttal a Dakaron. Hát és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki végigcsinálta, vagy megpróbálta végigcsinálni a Dakart, csak gratulálni lehet. Tud, kinek gratulálunk mi? azoknak, aki megpróbálta végighallgatni ezt a műsort, és eljutott idáig. Nekik is gratulálunk. Abszolút. Ide, ide valami, valami nyereményjátékot ide tegyünk szerintem ilyen 140 -145 közé, hogy aki még mindig itt van, annak valamivel kedveskedjünk, hogy ez képes. Hogy így, itt lehetne ugye a, izé, a mákos receptjét elmondani. A... <gostro> Gostro, gosztro. Gosztro ingyencek kedvéért. Lekváros húsleves. Úgy, úgy. Ugye a Dakar immáron, a harmadik éve a világbajnokság részét is alkotja a tereprali világbajnokságét, természetesen amelynek négy fordulója van még hátra. Február 25-től március 2-ig rendezik a következő fordulót, az Abu Dhabi Desert challenge hogyha valakiben felhorgatta vágy arra, hogy terepralival foglalkozzon akkor legközelebb ezt a versenyt lesz érdemes követni. A Formula Podcast következő adásában pedig bizonyosan nem terepralival fogunk foglalkozni, hiszen lassan, de biztosan közeleg a Formula 1-es szezon, úgyhogy mi is visszafordítjuk a figyelmünket a szágoldó cirkusz felé, hogy pontosan miről beszélünk, és mikor az legyen meglepetés. Tomi, Sanyi, nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és a kedves hallgatókat pedig arra biztatnánk, hogy a formula.hu nevű weboldalt, valamint az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáját kövessék kiemelt figyelemmel, hiszen igyekszünk a szezon előkészületeinek minden érdekességéről beszámolni, nem sokára jönnek az autó bemutatók, aztán teszt, aztán szezon. Fú, emberek mindjárt vége a téli pihenésnek, hogy jobban végig gondolom. Mert volt téli pihenés? Kinek én, amikor kinek kiütött a Covid, is. akkor például pihentem napokig. Annak hál' Istennek már vége. <laughs> az is. De egyébként még Forma 1-es autó bemutatók előtt ilyen apróságok várnak ránk, mint például a Monte Carlo Rally, vagy például a Daytonai 24 órás, úgyhogy... Formulája a... is lesz azzal akartam folytatni a mondatomat, és ebben a te közbevetésed nem releváns szerintem, hogy minőségi autósport is vár ránk még a Forma 1-es autó bemutatók előtt, úgyhogy, úgyhogy, szerintem érdemes nézni is ezeket az eseményeket, meg a mi YouTube csatornánkon és a, a webes felületeinken követni őket. És egyébként Mészáros Sándor is érdemes követni a közösségi médiában, x Instagramon, Facebookon és Threadzen Mesandor azonosítóval találhatjátok meg. Tartsatok velünk legközelebb is, szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.